Thank you.
Hát sziasztok, sziasztok! Ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és egy elképesztően szombati streammel megyünk ma. Wow, Prometheus. Hali! Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy, és köszönöm szépen, hogy már 5 hónapja támogatod a csatornát. Prometheus hogy kell belőni egy streamet. Na hát, kérem szépen, most ilyen egymáson lesznek a zenék, de szerintem valahogy ez hozzátartozik az egésznek az élet érzetéhez. Nagyon-nagyon sokat írtatok, már sokat beszélgetetek, és azt én nagyon örülök neki. Más kérdés, hogy valószínűleg most problémában leszek, hogy mindenkinek köszönjek. Úgyhogy sziasztok mindenki, lehet, hogy most átugrom picit ezt a mindenkinek köszönős dolgot, vagy ne, mert az a Szent Rémerkor, hogy már elszakadtam a rajongóktól, vagy a nézőktől, vagy hasonló. Szia Iftin, hello Phil Foster, DD, Zsanika, Gábor, sziasztok, milyen helyzet, tök jó, hogy itt vagytok. Szibéria, Iftin, Learon, DD, Robi Hun, mi a helyzet veletek, Ordmulkloá, Tuszmak, Ősember Lajos, Frank, szép estét, szép szombatot, nektek is közben, Barna Basnak, köszönöm szépen a bekövetést, tök jó, hogy itt vagy te is. Breshold, Csiba, valószínűleg, hogy mindenképpen ki fogok hagyni valakit, de azért végigfutok itt az embereken. Zoloka, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagytok. Learonnak azt hiszem köszöntem, de hogyha nem, akkor még egyszer. Szia, tök jó, hogy itt vagy. Levi, Adam az Adam, Turul Nemzet, Kazmit, sziasztok. Zsanika, Hali, tök jó, hogy itt vagy, mi a helyzet? Zoerard, szép estét neked is. Kalmika, mi újság, hogy vagy? Ádika, Balahunter, Csibi Csaba. Sziasztok, Rebekecske, Prometheus, neked már köszöntem. MNS Máté, Aquahulkus. És mindig van tovább. Outside Agent. Sziasztok, mi újság veletek? Nacsú, Joker Parody, Romboló 13, Chassil. Szép estét mindenkinek. Mammut Forever, Roland Dragon, Táros Csongor, Zoloka, sziasztok, szia Benya, köszönöm a bekövetés, Gergő, Herblay, és azt hiszem végére értem a listának. Igen, köszönöm szépen, Green Goblin, ja, szia Green Goblin, szerintem neked nem köszöntem. Mindegy, mi helyzet veletek, srácok? Ja, itt most ilyen óriási technikák történnek, amint látjátok. This is me, standing and streaming. Mert hogy megérkezett az asztal. A streamer asztal. A gamer asztal. Egyébként nem, ez egy sima állítható asztal. Ennél simább nem is lehetne egyébként. És ikás. Úgyhogy ha valakit esetleg érdekel, ez egy ilyen kurblis ikás állítható asztal. De a legolcsóbb verzió. De mondjuk abból a nagyobb méretű. De hogy én ezzel nagyon boldog vagyok jelen állás szerint. Na most annyit láthattok a ti szempontotokban, hogy egyrészt többet fogok mozogni, ami azt jelenti, hogy a kamera majd néha kicsit megőrül, mikor fókuszálnia kell. Másrészt, mikor mondjuk intenzíven gépelek, vagy intenzív dolgok történnek, akkor lehet, hogy a kamera fog rászkódni. Mert hogy nyilván ez egy két lábon álló asztal, nem pedig négy lábon, ezért kicsit wobbly tud lenni. De legalább olyan lesz, mint hogy egy kazanyban ülnénk. Valami szovjet munkagépben. Szia Zoló, örülök, hogy ide találtál első Twitch-es streamedre. Új hullámos talpon álló stream lesz. Ez új hullámnak számít? Nem tudom. Én csak így örülök, hogy ez egy opció most már. Egész pontosan ma is videót vettem, meg tegnap is, és most... És csak állva veszek most videót jelen állás szerint. És nagyon jó. Úgyhogy... Konkrétan mióta megjött az asztal, egyszer volt leengedve, mikor Ákos jött venni podcastot, mert azt hiszem nem tudtuk úgy beállítani, hogy meglegyen ki, hogy Ákos is állt volna, de hát de, nyilván nem. Szia banánlábú, mi a helyzet? Hello, megkelek. Így hozod magad formába? Hát az ellen próbálok tenni, hogy napi 25 órát ülök, ami nem túl egészséges, úgyhogy... Nem, nyilván nem így hozom magam formába, de ez egy mitigáló tényező lehet. Az IKEA a csatorna új szponzora? Sajnos nem, kiszámlázták rendesen. Szóval, szomorú idők. Egyébként az első kávémat iszom ma. Úgyhogy ex. Kamaz? Kraz? Nem tudom. Kamaz, az lesz az.
Annyit zsomig az, mint valami tornaóra. Mennyiért vettél videót? Én ingyen veszem, és nektek adom el pénzért. Szia, Xutnak, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Mert a Just Dance stream Kinect-el. Ahhoz mondjuk még kéne egy Kinect, de abszolútli adom. Jelentem, kész a tornám, is itt vagyok. Nagyon szuper, tök jó, hogy itt vagy, Csiba, és tök jó, hogy tornáztál. Én bárcsak tudnék tornázni, nem tudok sajnos, egyszerűen nem megy. Úgyhogy most I guess I die, mert edzőtermet meg nem fogok megnyitni soha az életben most már. Stanleynek is össze kéne dobnunk egy ilyen felemelhető asztalt, hogy sokáig köztünk legyen még. Stanley is fine. De egy örök butolta, hogy köszönök neki, ha már így szóltatok. Szia Stanley, mi a helyzet? Mizó, tök jó, hogy itt vagy. Stanley egy streamről sem maradhat el, úgyhogy, ja. Nem tudom, hol divat egyébként ez a fajta állós stream, meg ilyesmi, de tök jó. Én sokkal jobban adom, mint az ücsörgőset. Szia, körbeautózza, hello, pusmaci. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagytok. 4-5 ezer ember nézett táncoló streameket. Lehet, hogy az kicsit más okból. Mennyi cash kell a Kinecthez? Van egyetemi Kinect? Árulnak még Kinectet egyáltalán? Annyi fölösleges dolgot lehet venni a pénzedből, vagy a igen, bárkinek a pénzéből, hogy a Kinect az nagyon alacsonyan van, vagy nagyon sok minden megelőzi a fölösleges kiadásokban. Eldöntöttem már, hogy kivel fogok játszani. Hát vikingezünk, az biztos. De hogy azon belül kivel... Nem tudom. Achievementet se tudok még, úgyhogy együtt fogjuk eldönteni, hogy melyik achievement legyen, meg ilyesmi. Én a tanyánkon szoktam futni. Ó, természetesen tök jól lehet futni. Nagy szómacs a város közepén, és szintén nagy szómacs mínusz, vagy 5 fokban, ami ma is volt kb. De így, ha kimész, akkor nem látjuk Mr. Széket. Mr. Szék most a jól megérdemelt szabadságát tölti, a zöld vászon mögött van, tehát még opcióm sincsen arra egyébként, hogy leüljek, mert literálisan nem tudom idehozni. Vagyis nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudom csak idehozni, úgyhogy valószínűleg nem fogom idehozni, de hogyha nagyon-nagyon elfáradnék, akkor viszont behozok egy bárszéket, és úgy fogunk játszani. Menjünk Indiába. Ne menjünk. Egyrészt Indiában már voltunk, másrészt... Ó, várj, tudom, mit akartál mondani. Bocsánat, Zoharád. Azt mondod, hogy az achievement tekintetében menjünk Indiába. Először még szeretném látni azt, hogy hogyan működik ez az egész játékmechanika, mielőtt ráállunk arra, hogy szerintem az egy magnum opusza lesz majd a vikingeknek, hogy elhajózni Indiáig. Még nem köszöntél a mögötted lévő embernek? De igen. Amúgy szia Fülöp, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Csináld meg Dénlót. Amúgy az északi tengeren gondolkozom, az északi tengerbirodalmon, ez nekem tetszik. Lehet Haraldur Fairhair? Nem? Vagy igen? I don't know. Mongolozzunk, akkor nem jönnek a mongolok. Ez valahol amúgy van értelme. Cica most a másik szobában alszik egyébként. Menj el egy vikinggel le a Fekete-tenger partjára, a Kaukázus mellettőtnek. Oké. Én ezt értem. Köszönöm a tippet. Hát a Dénló az nem kb. Angre királysága. Vagyis igen, de igen. Csak hogy amire mennénk, az a North Sea. Az egyesíti Dániát, Angliát, Norvégiát, Svédországot, azt hiszem. Sziasztok, Kontra, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Jó, oké. Váltsunk át a játékra. És nézzük meg, hogy Mizu. De fur ez a zene. Valamiért olyan Stellaris vibe-jaim vannak tőle. Nem tudom miért. Pedig nem az, az egy CK3 zene. Hoppá, egy kicsit túl magas volt ott a kamerakép. Kicsit lehetett látni a mennyezetet. Semmi gond, minden rendben van. Képzeljétek el, még ezzel kapcsolatban, ezzel a képernyővel kapcsolatban akarom mondani, hogy sikerült
az 1.3.1-es patch-sel megoldani, hogy a László legendáját 1.3-as patch-sel tudjuk játszani. Kijött egy beta patch, tehát még rendesen aktívan bele kell optolnotok, nem automatikusan frissül. Tehát optolni kell a beta patch-be. Amúgy köszi, Zsernika, láttam, hogy tetszett a pulcsim, örülök, hogy tetszik. Felvettem, mert gondoltam, hogyha pénteken jött az új sorozat, a Marvel sorozat. Szóval, 1.3.1 beta patch, és az kijavítja azt, hogyha az 1.2.2-t nem tudjátok betölteni, azt a mentést nem tudjátok betölteni, mert amúgy nem kéne tudni betölteni, de néha meg, de hogy még így mostanában a Paradox megpróbálja megoldani, hogy azért be lehessen tölteni ezeket a mentéseket az alacsonyabb szintű patcheken is. Úgyhogy a lényeg, hogy át tudom hozni az 1.2.2-ös mentésemet az 1.3-ba, úgyhogy a László legendájával a legfrissebb verziószámon játszhatunk hétfő 2-től kezdve. Jéééé! Sokkal jobban fut a játék és sokkal szebb is lett. Really? Én nem láttam semmi különbséget egyébként. Szia, Hungarian Crusader, from Count to Emperor lesz? Nem. Achievement lesz. Na jól van, akkor lássuk, hogy miből élünk. És szeretnék egy új játékot kezdeni, 867-ben. Mondjuk az eléggé zavar, hogy itt nem lehet menni az achievementeket. Mert így hogy fogunk választani? Kéne valami achievement összegző... Van valahol valami, ahol összeírták, hogy milyen achievementek jönnek? Jöttek Crusader Kings 3, Northern Korea, nem? Nincs is, nem is adja még ki. Northern Lords Achievements. Oké, találtam itt egyet, mindjárt megosztom veletek is. És akkor ebből kinézünk egy szimpatikusat. Ó, nyilván így kellett feltöltened, te állat. Oké, ez itt jó lesz. Na, ezt megnézzük. Szóval... Flup. Oh no, hogy itt nincs semmi. Jó, nincs semmi. Nincs semmi titkos dolog. Viszont nem ez a kijelző kell nekem, hanem... Szavazás lesz ebből egyébként. Úgyhogy most nagyon figyeljetek, mert szavazni fogunk. Tehát, mondom én nekem melyikek tetszenek. Ez az összes achievement. Most végigmegyünk az összes achievementen, ami van. Ez a North Asatru Ruler, have your capital on any island in the Indian Ocean. Ez az, amit beszéltünk a Far From Home, vagy ez az, amit ajánlott Zoerár talán, hogy menjünk el Indiába. Ezt még kicsit szeretném későbbre meghagyni, mert literálisan alig játszottam még ezzel a DLC-vel, szóval nem vagyok teljesen biztos ezekben a mechanikákban. Asatru hold all of the original Thessalonica and any empire title other than Byzantium. Nem akarok a bizánci birodalommal őszintén szólva most egy kicsit foglalkozni. Unreformed tribal from the North Sea Empire. Na, ez érdekesnek tűnik. Kanüte a hatalmas. Ez azért érdekes, mert ennek gyakorlatilag két fázisra lesz ennek az achievementnek, ha meg akarjuk csinálni. Az egyik fázisa az az, amikor elérünk a királyságig. És utána a következő fázisa, meg az, amikor a királyságtól a birodalomig. És hogyha nem vagyunk ügyesek, akkor ugye felbomlik a birodalmunk a sok fiunk miatt. És akkor az kicsit visszavet. Vicces vagy, Gergő? A kezdőmenüben van, tényleg. Wow, annyira vadul egészen más dolgokról beszélgettek néha, hogy így random valaki így feldob egy témát, ami sehonnan nem jön, csak nyilván az ő fejében létezik, mint fontos dolog. De nem baj. Én nagyon szívesen ignorálok bárkit. Vettél egy asztalt, és már minden tele van IKEA adókkal. Ja, ráadásul nem csak, hogy IKEA adók, de az előbb, amit láttátok, kikapcsoltam, az rám akart, próbált rám sózni ötfajta másik fajta asztalt.
Ami azért vicces, mert most vettem asztalt. Tehát elképesztő nagy az esélye, hogy nem akarok most egy darabig új asztalt venni. Úgyhogy mi lenne, hogyha nem reklámozzád nekem? Jó, nyilván ő nem tudja, hogy megvettem az asztalt, csak az, hogy nézegettem az asztalt, de hogy... A Canute the Greater-ön ki mindig jónak tűnik. Köszi Prometheus, tudtam, hogy támogatsz majd. Tudom, hogy szent kopány vagy, mert mint tudom, hogy... Nem, ettől függetlenül nem tudom, hogy miért kérdezel hülyeségeket. Szóval ez nekem nem volt közel a megoldás, ez mindegy. Szóval tudom, hogy te már korábban itt vagy a csatornán, meg minden, de attól még ez nem, sehogy sem kapcsolódik ide. Szia Marauder, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Miért feltétlenül achievementre mész? Mert szórakoztató. Mert úgy szórakoztató, hogy ad egy célt a végigjátszásnak, és tök jó, amikor elérjük együtt azt a célt. És most ez a cél, hogy elérjük együtt a célt, és nem az van, hogy oké, megint végigjátsszuk 600 éven át a játékot. És csak blobolunk, csak blobolunk, csak blobolunk. Szóval én ezeket szeretem. Te állva játszol? Igen. Nekem mindegy, melyik csak ne lordes vegyen. Olyan viccesek vagytok ma, srácok. Lesz szavazás? Lesz. Csak elmondom, hogy melyiket szeretni, melyik közül lehet majd választani. Van egy csík a facecam tetején. No, it isn't. Lehet, hogy nagyon felbontásban maradt egy csík, mert én most az én felbontásomban nem látom, de lejjebb tudom venni. Tessék. Én most nem láttam. Szia, Bögre Fanvok, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Hello, Kristóf. A Faster than the Fox viszont nagyon tetszett, és rábőként addig lemenni nagy GG. Nekem van reklámblokkolom, és látjátok, mit érek vele. Úgyhogy mindegy is. Oké, tehát tényleg volt sík. Oké, akkor viszont köszönöm, hogy szóltál. Na, szóval az egyik opció az a Canute the Greater. Aztán King of all the Isles. Ebben nem vagyok biztos. Ez elég bonyinak tűnik, így elsőre. És nem vagyok, tehát nem teljesen biztos, hogy mik kellenek hozzá. Nyilván most már az. De nem mennék ebben még bele. Kalmika, köszönöm szépen a cheert, nagyon hálás vagyok. Faster than the Fox as a North Tribal control the entirety of Sicily. Érdekes és viszonylag egy clean cut achievement. Völva, form a coven as a female Asatru witch. Ez nagyon gamey szerintem. Már biztos tök érdekes lenne. Csak nem tudom mennyi az esélye, hogy meg tudjuk csinálni. Mennyire kell szerencse hozzá. Saga in Stone. As any one dynasty, commission 100 runestones. Ez valószínűleg majd úgyis meg lesz időközben. First the Crusader Kings. As a Christian North Germanic participate in the very first crusade from the start. Ez nem tetszik. Mert elég gyorsan akkor azt jelenti, hogy fel kell vennünk a kereszténységet. És az elég egyszerűnek tűnik. Tehát sokáig nem csinálunk semmit, csak terjeszkedünk, és aztán felveszik a kereszténységet is kész. As a North Germanic or Asset Rule convert to Islam and convert all of Russia, ez nem hangzik rosszul egyébként. Még ez is lehet. Legyen ez is. Ez pedig ez teljesen egy ilyen pju. As a dwarf win a Varangian adventure war anywhere outside of Europe. Na ezt meg lehetne csinálni szerintem custom rulerrel, viszont nem vagyok benne biztos, hogy most jelenleg ez nem bugos. Mert vannak, amik bugosak konkrétan. Van egy olyan... Most itt nem is találom azt az achievementet. Van egy olyan achievement, ami 80-as mérethez kötött. Talán ez. King of the Isles. 80-as méretnél nem lehet soha nagyobb. És az például úgy bugos, hogy úgy érzékeli, vagy úgy értelmezi, hogy nem lesz kisebb, mint 80. Ami elég vicces. Hát egy kis bitet manipulálni. Jó, akkor legyen ez a három, jó? A szicíliai, a North Sea Empire és az orosz iszlám. Ezt most kiírom én, ezt a
ezt a szavazást. Szia, Biló, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Prometheus, please. Please, don't do this. Amúgy ez érdekes, a Twice Scheme Cus még mindig befagy, és a Twice Sway az befagy még? Azt mondja, Sicília elég easy. Azt mondja a másik, a Sicília néha kell varázsnak is kihívás. István Soresnek köszönöm szépen a bekövetést, tök jó, hogy itt vagy. Szóval akkor most ez könnyű vagy nem könnyű? István Easy Obama. Na azt mondja, hogy szeretnék egy olyat, hogy New Poll, és akkor melyik achievementre menjünk ráfele. És akkor van az opció, hogy Viking Sicília. Melyik volt még? Northern Sea Empire és iszlám orosz vikingek. Bits per vote, legyen az, hogy egy szavazatot meg lehet venni 25 bitért. És legyen egy 5 perces szavazás, mert miért ne? Sokan itt vagytok, úgyhogy szeretném, hogy nagyon sokan szavazzatok, mert a jövő múlik ezen. Most nyilván az lesz a cél, hogy ez az achievement meg legyen elsőre, ha nincs, akkor megyünk másodjára. Emlékeztek, amikor elkezdtük az egyik legkönnyebb achievementet ever, a Norman jókosat, Hódító Vilmossal, és meghaltunk egy 2 éven belül, kb. Valami ilyesmi volt, de nem tudom, hogy mi volt végül, de nagyon durva volt. Jaj, gondoltam, Prometheus, az ilyen megszokásokat kell kicsit leküzdeni. Én nekem is egyébként. Nekem most nincs kedvem Szicíliához. Hát, Ádika, akkor szavazz ellene. Nekem milyen webcamod van? Ó, tényleg, Rebekecske, mesélj, mit gondoltál a... Vagy gondolkoztál azon, hogy akkor te is belevágsz ebbe a Minecraftos dologba. Kalmika, köszönöm szépen a cheert! Nagyon szuper vagy. A webcamom az egy Logitech... Ezt mindig megkérdezitek és sose tudom fejből, de... C920, valami ilyesmi. 22. Logitech... C922... Yep. C922, igen. Logitech C922. Ez most már nagyjából másfélszeres árába kerül annak, mint mennyit én vettem. Ami elég durca. Így elesek. Egyszer el fogok vágódni, mint a rohadt élet. Emlékszem, amikor a luxokkal meg akartad venni a pápát, de nem jött össze? Nem, arra emlékszem, hogy megettük a pápát. Nagyobb netcsomag, vagy Meraki Go kellene hozzá. Ó, sajnálom. Hát nekem most 500-as netem van. It's enough. Szia Csapsz, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. A Northern Sea Empire nagyon low effort Balázsnak. Esetleg azért lehet jó a Northern Sea Empire, mert abban szépen bele tudnánk tanulni gyakorlatilag az egész mechanikába. Tehát most én azért még sokat nem teszteltem ezeket a mechanikákat. Nem tudom, mi a meta. Nem is akarom tudni, mi a meta egyébként. És plusz, az 2 achievement lenne egyben, mert azzal biztos, hogy meg tudnánk szerezni a másikat is, a Saga in Stone-t, az, hogy legyen 100 darab rúnakövünk felállítva. Az biztos, hogy sikerülne. Ja, erősen belős, igen, arra gondoltam én is.
Northern Sea Empire az az Anglia, Dánia, Svédország, Norvégia egyesítése, azt hiszem. Ami amúgy nem annyira egyszerű, mert egy ponton majd át kell állnunk valószínűleg Tribalről Feudalre, hiszen négy birodalmat kell behúzni magam alá. Hogy állsz, Balázs? Köszönöm szépen, jól állok. Igen, ez új setup, állítható asztallal. Na, lassan végére ér a szavazás. És jelenleg a Northern Sea Empire vezet. És a Viking Sicilia van az utolsó helyem. Egyébként, IKEA, még amíg tart a szavazás, addig elmondom. Nekünk itt az összes bútor, ami van a lakásban, az, mivel Debrecenben nincs IKEA, és nagyon sokáig ilyen horroráron szállítottak, tehát úgy horroráron, hogy nem pár ezer forint, most pár ezer forint már kihozzák, ami így is kicsit sok, de mindegy, de hogy ilyen 50 ezer forint volt a szállítás kb. És ezért nekünk a helyi helyekről vannak bútorok, ami Jüszk, Kika, még volt Kika, most már XXX Lutz van helyette, ami elképesztően jó név egy bútor áruháznak. Mömax, meg Bömberix, tehát ezek a... Ez kb. Mind ugyanaz, mind ugyanolyan. És onnan van az összes bútorunk, amiket mind én raktam össze. És ezek a bútorok, ezek ilyen fine egyébként. De most, hogy összeraktam egy IKEA bútort, úgy voltam vele, hogy oké, okay, akkor én mostantól semmi más nem szeretnék összerakni, csak IKEA bútorokat, mert egyszerűen zongorázni lehet a különbséget az IKEA, meg az összes többi között. Mindennek pontosan ott a helye, minden, mármint nyilván valószínűleg mindenki, valaki be fog érni majd, hogy neki egyszer nem volt ott, de összességében, általánosságban, kiindulva abból, hogy mennyi szar bútort raktam már össze, ahhoz képest ez elképesztően letisztult, könnyű, minden hiba nélkül megy, minden pontosan oda illik, ahova illenie kell, úgyhogy ja, IKEA for the win. Én fizettem azért, hogy reklámozhassam őket. Yay! Szia, Axtor, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. IKEA még Kaposváron is van. Biztos ez? Nem, szerintem három darab IKEA van az országban, és ez nem Kaposváron van egyik sem. De most már amúgy mondom, hogy nem 50 ezer a szállítás, de annyi volt egy időben. Barács jövétem, mert az IKEA reklámjában látjuk. Egyébként én szeretem az IKEA-t, úgyhogy... Oh, nyitok egy ablakot. Tehát nyilván például sosem reklámoznék olyat, mert kicsit előre szaladtunk, de mindegy. Szóval sosem reklámoznék olyat, amivel nem értek egyet, de az IKEA-t szeretem. Filozófiájában is szeretem. Úgy általában szeretem. Használhatóságra, minőségre, még ára is most már egész jók. Úgyhogy ja, IKEA, hogyha ezt látod, akkor az embereid beszélnek az én embereimmel, és akkor összehozunk valamit. Nem küldtek IKEA-s pólót sajnos. Új szereplő Mr. Mikrofon? Ja, hogyha már nincsen Mr. Szék. Én Erdélyben lakok, és itt minden nagyvárosban van IKEA. Hát Románia az... Jupp! Így megy el mellettünk. Asztalépítős live. Egyébként ez egy rohadt rövid live volt lett volna, mert ezt az asztalt nagyjából 20 perc volt összerakni. Ja. Köszönöm szépen, Kalmika, csírt. Nagyon hálás vagyok. Marad Románia, hol van? Well. De akszor látom. Látom, csak... Csak néha már lekattog. A következő, mármint
Látom, hogy itt is, csak aztán eltűnik. A következő befektetés az, az valószínűleg egy állóképernyőnek kéne lennie, vagy állómonitornak, mert most már így konkrétan olyan sokat írtok, hogy nem látom azt a dolgot, úgyhogy most az lesz a következő. Majd egyszer nagyon sokára, mert most a világ összes pénze ráment a csatorna upgrade-ekre, meg az életminőség upgrade-ekre. Úgyhogy bocsiakszor, hogyha nem reagálom le. Megyünk játszani? Chill, 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 megyünk, megyünk, megyünk. Valahogy Balázs, ezt nem látom. Négy birodalmat kell létrehozni, vagy négy királyságot? Négy királyságot kell egyesíteni. Na jól van, akkor... akkor nézzük, és még amúgy mindig nem vagyunk teljesen ott, ahol lennünk kell. Hoppá. Nem téged akartalak megnyomni. Mert hogy most meg azt kell eldönteni következő napirendi pontként, hogy melyik legyen az... a szerencsés, akivel elindulunk erre a nagy kalandra. Azt hiszem, hogy ugye az egyetlen dolog, amit elvár tőlünk a játék, hogy North Germanic és Asatru legyünk. Nem. Hogy is van? Nem, csak Unreformed Tribal. Tehát ennyi az összes kérése Unreformed Tribal. Úgyhogy az biztos, hogy 867-ben kezdünk, és biztos, hogy Wrath of the Northmen Nel, viszont ezen belül 867-ből indulunk, és ezen belül, hogy kivel játszunk, azt még nem tudom. Mindjárt kitaláljuk együtt. Na most az a trükk, hogy Unreformednak kell lennie, ami azt jelenti, hogy ez némileg timed achievement is, hiszen az Unreformednak a játék elején még tök jók, de aztán egyre több probléma lesz velük, főleg az öröklés miatt. Tehát... annak ellenére, hogy elvileg itt van a világ összes ideje arra, hogy megcsináljuk ezt az achievementet, aktuálisan nincs itt a világ összes ideje arra, hogy megcsináljuk ezt az achievementet. Szóval elképpen 3 IK-kal van. Magyarországon is 3 IK-kal van. Mind a 3 Budapest és Honzát közvetében. Ami fucking röhelyes, de végül is oké, legyen, érthető, whatever. Te érted, legalább itt egy átfővő pont lenne Debrecenben, de Debrecen nem elég nagy város ahhoz. Na most azt létszi, ne írjátok, hogy mi legyen létszi, mert arra nem hallgatok. A lehet tanácsokat adni, de jöttne, hogy létszi meg ez. Hé, hey, mit írt? Mit írt Gábor Discordon? I let you know, Gábor, hogy amíg a fucking pandémia el nem vitte az életünket, addig én heti 3-4-szer jártam edzőterembe. Nem felvágásként mondom. És elképesztően szenvedek attól, hogy nem tudok menni. Elképesztően idegesít, és nagyon-nagyon-nagyon rossz. És ez egy egyetlen dolog, ami zavar ebben az egész szarban. Meg, hogy elmaradt egy-két dolog, ami ilyen életesemény, de az mindegy is. Van Fehérváron és Budaörsön. Budaörs az a... az a vonzás körzet a Budapestnek. Milyen achievementet kezdünk el ma? A North Sea Empire-t. Jó van, Gábor, nem azért, persze. Értem, én értem. Ezt a titokzatos és titkos patron szobában történt ez a beszélgetés. Jut eszembe, hétfőn elindul, probably, még nem vettem föl, de elindul az új Patreon sorozat, ami egy 10 részes sorozat lesz, bocsi, most de reklámozom egy kicsit magamat, és ez ugye már havi 3 eurótól elérhető lesz, de ezúttal nem Crusader Kings-el megyünk tovább, hanem a Patreonok szavazatai alapján Stellaris. Ráadásul Modol Stellaris, ráadásul Star Trek-es Modol Stellaris, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá, azért is nem bánom ezt, mert hogy ha minden igaz, akkor április közepén fog elindulni egy Stellaris sorozat a YouTube-on is, csak az nem Modolt lesz, megvárjuk vele a DLC-t, de aki esetleg érdekel, az a Patreonon meg tudja már is hétfőtől kezdve heti 2 epizóddal követni ezeket a kalandokat.
Na most az biztos, hogy nem fogunk királlyal kezdeni, tehát ez... Kezdjük ott, hogy nem kezdünk királlyal. Kell nekem egy olyan térkép mód, hogy governments, és ugye innen a tribe-ból közül bárkit választhatok. Izlandot is választhatnám, amúgy Izlandnak most már 4 területe van, azért az elég kemény. Nordland, Ausland, Sudland és Westruland. És amúgy itt is, ahogy mondtam, kicsit több lett a terület, több fajta terület érhető el. Na de, nem akarok királlyal kezdeni, az biztos. Nekem igazából itt a norvég partok szimpatikusak, és innen el tudnék képzelni, hogy először Norvégiát egyesítjük, mert ez viszonylag jó helyen van ahhoz, hogy utána invédeljük Angliát, utána Jöllandra lemenjünk, utána svédeket megegyük. Szóval szerintem, hogyha innen ebből a norvég partról választanánk, az viszonylag egy jó kezdés lenne. Jajjaj. Ez van, hogyha túl sok a néző. Szóval, ami biztos, hogy kihívást keresünk, és ami biztos, hogy semmi más nem biztos. Hogy nem érdekel, hogy melyik a legjobb kezdés. Abszolút nem érdekel, melyik a legjobb kezdés. Ezt a Harald Fireheart, ezt mondtátok, és ő nyilvánvalóan egy elég erős kezdésnek tűnik innen. Akár lehet vele is. Most azt nézegetem, hogy ki, ezek mind egy darab területre rendelkező countok. Annyi előnye van a Fairhairnek, hogy neki 2 darab területe is van. A Westfold. Where was Gondor when Westfold fell? Where was Gondor? Where was Gondor? Acival, hát újra gondolva. Ja, amúgy kb. Azon a térképen fogunk játszani. Ezt mire értek? Semmilyen varangian háborút nem fogsz vívni. Valószínűleg nem. Jöhetnek a titkos streamek. Izlandi kezdés? De most már egészen más izlandi kezdés, mert... Most már... Erősebb Izland picit. Nem nagyon van meta jár le, ezt képest már 20-an beírtak, hogy Harald Fairhair a legjobb választás ever, szóval... I doubt it! Hogyha nincs sok idő erre az achievement run-ra. Azért, mert ahogy halad előre a játék, egyre... elavultabb lesz a technológiánk és mindenünk, azért mert tribal-ök vagyunk. És tribal-nek kell maradni ez az achievementhez, tehát kb. 1100-ig végezni kell vele, különben egyszerűen nem lesz elég erőnk. Szia Merci, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy! Köszi Frank, nézd tovább akkor meg majd a szellemed itt kísért a chatem, vagy valami ilyesmi. Oh, Green Goblin-nál lecsapott a Ben Hammer. Nice. Outsend Asian-nek köszönöm szépen a cheat, nagyon hálás vagyok, szuper vagy. Merci, te komolyan... Tegnap előtt, vagy mikor, még nekiálltál este 10-kor 4 órát streamelni? Azt én jól láttam? Mert nálunk már lőtték fel a pizsit, és akkor így egyszer csak látom, hogy vlup, Mamtrix élőben van, és aztán ma megnéztem, hogy 4 órás stream volt. Ez, is this real? Kalmika, köszönöm szépen az újabb cheert, nagyon hálás vagyok. Te jó ég. Na jól van, akkor legyen az, hogy kezdjünk, erről a partra szakaszról fogok kezdeni. Egyébként, amikor teszteltem a játékot, akkor ugyanitt játszottam, és volt kihívás benne. Boly, volt benne kihívás. Akkor azt hiszem, hogy
valamelyikkel kezdtem, talán vele? Hordalanddal? Vagy Helljarskinnal? Vagy Erikről volt, vagy Helljarskin. Erikről nem szívesen lennék, mert ő gyáva féreg. Szogn öreg, Frida Fleek végül is nem öreg. És elég menő a nyelvénye. Mari már túlságosan éjszakon van, Ausragdir öreg, bár van fia is, ha jól látom. Roggaland, Helljarskin. Helljarskin nem rossz, compassionate, disciple, arrogant, viszont nem tetszik ez, mi ez a vertigó? Ez mi ez az egyes? Mi ez az egyes? Ez így menjek vizsgázni, hogy egyes van a házam jelvényébe írva? Ne vicceljünk már. Ez is vertigó. Ezt fogjuk nézni sokáig, úgyhogy nem mindegy. Igen, ez nem véletlenül a norvég jelvény. A Herald Fairhair. Bár lehet, hogy vele fogunk kezdeni Herald-el. Herald-rel. Szavazzunk még egyet? Mert szeretném, hogy olyan legyen, ami mögé teljesen 100%-ban mögém tudtok állni. Custom karakter? Nem. Ez fent lesz YouTube-on? Ó, nagyon köszönöm, hogy megkérdezted, Marauder. Képzeljétek el, ez az első stream. Rendbe hoztuk, megoldottuk, mindent megvan most már. Ez az első stream, ami rögtön másnap este már elérhető lesz stream YouTube-on. Tehát a YouTube volt csatornára, holnap este 7-kor felkerül ez a stream. Nem kell heteket várni, nem kell hónapokat várni. Már innentől kezdve minden egyes stream másnap délután 7-kor elérhető lesz. Legalábbis a hétfői, szerdai és szombati streamek. Ha van közt extra stream, az megint más kérdés, de hogy ja. Ezeket most sem meg tudjuk ígérni. Roggalandanttal. Demokrácia, jaj, tényleg demokráciázunk üt eszembe. Nekem tetszik amúgy ez a Harald, annak ellenére, hogy erős karakter, de nekem tetszik, főleg, hogy elég nagyra vágyunk most vele. Szóval, és legyen még egy szavazás. Szerintem kb. Egy órás marknál is fogjuk kezdeni a játékot. Legyen kettő, jó? Kivel kezdjünk? Haraldr. Ez lesz a történelmi választás. A másik meg legyen egy másik dude a közelből. Legyen mondjuk ő. Nem. Kit néztem ki? Őt néztem ki. Rodgar. Rodgar meg a kihívás. Erre most kaptok 3 percet, kicsit kevesebb idő lesz most rá, hogy tényleg még ma játékhoz is érjünk. És ne felejtjétek, hogy ez most, ha elkezdjük, ez nem ma fog véget érni. Tehát ez most a következő 5-10 streamnek ez lesz a tematikája, vagy a sztoria, vagy a ránja. Köszönöm szépen Learonnak a cheert, nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy támogatod a csatornát ilyetén módon is. A hétközi streamek is felkerülnek majd? Igen, azok is másnap, tehát akkor még egyszer. A hétfői stream kedd este 7-kor, a szerdai stream csütörtök este 7-kor, és a szombati stream vasárnap este 7-kor fog felkerülni a VOD csatornára. A VOD csatornára! Tehát nem a sima YouTube csatornára, hanem a VOD-ra. Úgyhogy ha még nem feliratkoztatok fel a Bögre streamek csatornára, akkor ennél jobb idő már soha nem is lesz arra, hogy megtegyétek. Harald úr, nem kívás neked. Köszépen Gábor a csírt, nagyon hálás vagyok. Amúgy az előbb nem is szavaztam. Na majd most. Most szavazok. Le is iratkozom, hogy újra feliratkozzak rá. Vagy csinálsz egy új felhasználó nevet. Közel vagy, nem vagyunk közel amúgy, közel vagyunk a 900 feliratkozáshoz a VOD csatornán, hogy az 1000-et kéne elérni, attól még igen messze vagyunk, de a ti segítségetekkel sikerülhet, vagy ami ilyesmi. I don't know. Gondolom. Harald úr a wiki szerint 81 évet élt. Szívesen lennék egy ilyen történelmi karakterrel amúgy, simán. Az más kérdés, hogy lehet, hogy mi nem élnénk 81 évet, de ez kb. Megfelel a norvég Lászlónak.
Mert ugyanúgy, szerintem kb. Ugyanazok a statjai. Ambiciózus, bátor és kolm. Nem ezek voltak a László statjai is? Mintha valami nagyon hasonlóak lennének. Az biztos, hogy ő is bátor és ambiciózus volt. A kolmban nem vagyok teljesen biztos. Neki amúgy... Ja, mondta valaki, hogy nézzem a prowess-ét. Hát még ha kiírna a játék a prowess-ét, akkor így talán tudnám is nézni egyébként. Azok a hétközi streamek, amik eddig nem kerültek fel. Igen, most a hétközi... Köszi Kalmik az újabb csírt. Nagyon hálás vagyok. Szóval igen, most a hétközi streamek picit kimaradtak, a szerdai streamek. Azért, hogy behozzuk magunkat a vasárnap, vagy a hogy meg lehessen ezt csinálni, hogy mindig a következő kerül ki. Azok, amik nem, eddig nem kerültek fel, az most nem is fog már felkerülni szerintem. Át van töltve, de egyszerűen nem akarom, így is nagyon-nagyon sok kontentet dobálok a subscription feedetekre, és nem akarom spamelni vele. Úgyhogy egyszerűen nem. Ezért valószínűleg nem fog. Szavaz, köszi szépen Kalmikam, úgyhogy próbáltad befejezni a szavazást. Szerencsére nem volt a szavazatodon múlt, hanem amúgy is Harald nyert, úgy látszik. Szia Cicu! Gyere! Hát szia Cicu! Hát te ide jöttél! Hát szia! Pont most hívtak, képzeld el! Pont most hívtak, nem látszik, mert buta helyen tartom. Így. Most látjátok, igaz? Ege! Jó, szuper! Na, Nizu. Macska illatod van. Csak add le a kis mancsot. Add le a mancsot. Ó, te nem akarsz itt lenni, látom már. Na, jól van. Te most állva streamezt? Ja. Három nap lesz egymás... Ja, tényleg, három nap lesz egymás után stream. Tényleg. Kösz szépen Kalmika, csírt. Aki nem tudná, mire gondol esetleg a ősember Lajos. Holnap is lesz stream. Holnap ugyanis Mercivel, azaz itt Magmatrix néven találjátok meg, fogjuk kibeszélni a WandaVision-t. Úgyhogy egy ilyen nagyon különleges formátum várható. Holnap aztán pedig hétfőn jön a szokásos Crusader Kings stream. Úgyhogy jó lesz. Oké. Na, szerintem készen állunk. Nézzük meg a szabályokat. Egyrészt achievementet please enable-ölt. Másrészt... Most nem fogok változgatni a dolgokon. Mongol inváziót nyilván berakjuk randomra. Aztán... Igen. Van pár új szabály. Egy darab új szabály van, a Scandinavian Adventurers. Ez maradhat... Frequent. És a Hungarian Migration. Én most beraknám immediate-ről, mert kicsit kezd hiányozni, hogy a magyarokat sose lehet látni. Úgyhogy Árpád! Do your job! Légy szíves, próbálj meg azonnal eljutni a Kárpát-medencébe. Köszi szépen. És amúgy mondtátok, hogy igen, a most már a magyarok, mint hogyha kicsit nem lennének annyira idióta szendvicsek, mint amennyire az előző fél évben voltak, és most már be tudnak menni az Árpád-medencébe? Az Árpád-medence? Sounds a lot like Kárpát-medence. Maybe that's why they call it Kárpát-medence, because it sounds like Árpád. Nem kellene más gomb az új már rendesen helyett? Szerintem lesz még itt álló ülő stream, úgyhogy nem. Amúgy is, ha sose használjátok jól. Lehetne általánosabb egyébként, ez tény. Kell egy francia krémes, hogy felébredjek. Nálad mindenfajta édesség található mindig? Imádom a francia krémest, de csak azt, aminek a tetején aktuálisan karamell ostya van. Nem az, ami csoki. Az micsoda, az egy hazugság. Ne mozgolódj, már pedig fogok. Az egész streamet állva akarod nyomni. Yep. 6 feleségétől és 2 egyesától 23 gyereke született, a feladat adott. Az a baj, szerintem az mechanikailag kódolva van, hogy nem lehet annyi gyerekünk.
Legyen meg az a honfoglalás. Bosszúállók, gyülekező! Karamellesető, zseniális. Van olyan francia krémes, amint csoki van? Van, hogy rohadjon meg az, aki azt kitalálta. Ha most kezdesz 867-ben Árpádokkal, már be van hívva a háború bolgárokkal. Komolyan? Ez kemény. Van limit, Inktan, csak kijátszható, de van egy kódolt limit, hogy hány gyereket születhet természetes módon. Valami 15, azt hiszem, és utána már csak eseményekből születhet gyereked. Szóval van limit, csak az eseményekkel kiválasztható. Deszka 007-nek köszönöm a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Készen álltok-e? Oké, kérek egy kis hype-ot, egy kis, nem tudom, gyújt emotikont, egy kis, van egy gomb, hogy meg szeretnék nyomni, beadás, és akkor elkezdjük végre ezt az új achievement runt, ami összesen a harmadik runnunk lesz ebben a mióta kijött a CK3 itt streamben, és a második, amelyik achievementekért megy, nem számoljuk azt, amikor hármat is megszereztünk egyben. Nagyszerű, jönnek a dolgok. Köszönöm szépen közben Outside Nation-nek az újabb cheat-nél, hálás vagyok. A few moments later. Akkor csapassuk! Nem jött össze, szóval csapassuk! Bocsánat, ez kicsit antiklimatikus volt. Igen, szeretném elmenteni a játékot, kedves játék. Oké, itt is vagyunk. 867, nagyon igaz cica, 867-et írunk, éjszakon vagyunk, be vannak kapcsolva az achievementek, be vannak kapcsolva a modok. Nem, modok nincsenek, egy darab mod van. Be van kapcsolva? A DLC. Actually. Lehet nincs bekapcsolva a DLC egyébként. Itt most látnom kéne dolgokat, igaz? Shit. Lehet, hogy nincs bekapcsolva a DLC. Ja, határozottan nincsen bekapcsolva a DLC. Oké. Okay. Akkor ezt most még egyszer, csak ezúttal érzéssel. Kikapcsoltam a DLC-t, mert ugye vettem a... Vettem a László legendáját, még múlt korában. Pont 50%-on áll a achievementekből, 66-ból 33 van meg. Jó, hát egy epic fail indítani amúgy nem rossz. Ja, ki van kapcsolva az achievement, a DLC, lol. Na, megint betölt a játék, egy pillanat. Most úgy elképesztően sokan itt vagytok, úgyhogy kihasználnám itt a helyzetet, hogy hogy akár kis kérte be amúgy a emotonlit, azt nagyon megköszönöm, mert különben valószínűleg elég fél state lett volna. Na még egyszer álljunk ennek neki, csak ezúttal érzéssel. Szóval ha már itt vagytok, ha még esetleg nem vagytok, nem követtek a csatornán és tetszik, amit itt láttok, akkor kövessetek be. Van YouTube munkásság is, ott is fut éppen egy Lászlós Crusader Kings Let's Play, de egyébként sok minden mással is játszunk. Jövő héten visszatér a csatornára Warhammer 2 Total War Let's Play, és van EU4 is, bár az most pont nincsen, mert most ért véget, és Civilization szokott lenni, szóval hasonló dolgok. Tehát akkor amit átállítottam, az csak és kizárólag az a mongolok volt. Random. Ó, és beindult az új zene. Menő. Na akkor még egyszer itt vagyunk. Most már tényleg. Szia Junior, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. És most már halljátok a zenét? Ez már az a zene. nem hallok? Hallok, oké, okay, szuper, akkor minden megoldódott most már. Szóval, itt vagyunk most már tényleg játékban, valaki bekért egy Yggdrasil nevű területet szeretne felrakni. A térképre. Az lesz az első... Úristen, miért? Yggdrasil. Right?
Jaj. Jó, oké. Kell neki egy nagy szakáll. Szerintem ki fog nőni egy idő után. Most hangosodik fel a zene. Most szerintem hallani fogjátok. Szia Diaz, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Most már halljátok, igaz? Na szóval, kérem szépen, a nehézség egyébként megvan ennek a dúdnak, mert itt van rögtön mellettünk Sierland 1100 emberrel, én pedig 780 napból hóckodok itt, úgyhogy azonnal bele kell kezdeni a hódítgatásokba. Nyilván az elsődleges cél az lesz, hogy összerakjuk itt Vikint, aztán utána összerakjuk Norvégiát, és aztán jöjjön a többi is. Amiért most megyünk, és hirtelen van egy csomó egyéb lehetőségünk, az a Secure the High Kingdom of the North Sea. The Kingdom of England, Denmark and Norway are a natural match. Rich, fierce and bond together by trade and noble blood. If only someone could overcome their individualism, wedding the tree permanently. Ez most nem jött össze ez a fajta beszélés stílus, de nem baj, majd meg lesz. És a requirements-ek, independent ruler, level of fame 3-as, ami nem túl bonyi. Regio of North Sea Heartlands-et kell irányítani, tehát igazából ezek. Legyen 30 évig a miénk a Norvég királyság, az Angol királyság és a Dán királyság, tehát Svédország igazából nincs is benne ebben a buliban. Ne legyen birodalmi a címünk, tehát azzal nem lehet megoldani, hogy alapítunk egy birodalmat, és akkor egyben marad, hanem konkrétan valószínűleg itt majd meg kell hódítani, főleg ez a 30 éves dolog miatt, meg kell majd hódítani a testvéreinktől a területet. És Norse culture has not reached High Medieval era. Na ez az, ami elsősorban fontos, hogy a High Medieval era előtt kell ezt az egészet megcsinálni. Az pedig, ha itt fogsz járkálni, akkor szerepelni fogsz, csak mondom. Az biztos, hogy szerepelni fogsz. Mit csinálsz? High Medieval era, de hogy alapból nem tudunk elmenni ide. Tehát alapból nem tudunk Tribal-ből átmenni Early Medieval-be, mert Tribal-ok vagyunk. Na most viszont ez érdekes, mert maga az esemény megengedni, hogy reformáció után hozzuk létre ezt a területet, vagy ezt a királyságot, ami nem engedi meg, az maga az achievementek a leírása. Rajtad altatom a gyereket. Ó. remélem tud aludni, és nem vagyok túl hangos neki. Ne legyél légy szíves toxikus junior, ha nem muszáj. Ha tudod, hogy az vagy, akkor inkább ne legyél. Bábműsort is tud majd csinálni majd. Bábműsor? Ja, legyen. De most mindenek előtt próbáljunk megjátszani. Tehát az első napirendi pont egészen egyértelmű, hogy merre megyünk tovább. Szerintem nem is nagyon kérdés, hogy melyik irányba fog vezetni itt a hódításunk. Te miért jár őrözöl itt? Mit szeretnél? Mesélj! Mi hiányzik az életedből? Még több szereplés? I got you, fam! Tessék. Na, ezt szeretted volna? Látom, hogy álmos vagy, akkor miért nem alszol? Itt szeretnél lefeküdni? Ez nem jó már mi. A régi asztalt szeretnéd vissza. Hát, sajnálom, I guess. Amúgy ténylegesen mióta új asztal van, azóta nem feküdt ide. Szóval lehet, hogy nem szereti. Nem tetszik neki a színe. Közben Szabolcsnak köszönöm a bekövetést. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Mizu? Cicu? Mizu? Mizu, hát gyere! Hát gyere, feküdj le egy picit! Oké, felnyomta a farkával a mikrofont. Légy szíves, ne szedd szét a mindent is! Hogy nem ülve játszol? Egész életemben ülve játszottam, most kicsit nem szeretnék ülve játszani. Szövetségesek nélküli játékot fogsz hívni? Biztos, hogy nem. Az elején nagyon kellenek a szövetségesek. Muszáj ringatni, de a te hangod keremesebb az enyémnél, a babának tessék egy asmr videós vagy, teljesen jó. Ledobod magad?
dobd le magad. Feküdj le egy picit. Na. Úgy, jól van. El leszel itt egy picit, hm? Azt mondtál, mehetsz aludni. Ne ampózold a játékot, mert megőrülök. Még nagyon sok minden rendezni valóban, tudod? Még nincsen beállítva a lifestyle, nincsenek a tanácsok megnézve. Plusz azon el kell kezdenünk háborúzni, mert hogyha itt ne beragadunk, akkor az probléma lesz, tudod, cicu? Tehát például jellemörköt azon el kell foglalnunk, hogy nagyon kevesen van. És szerintem van is egy jó kis... van rá Kassus belém. Itt fogunk kezdeni. Az más kérdés, hogy nincsen elég piétám. Mindjárt kitaláljuk, hogy szerzünk piétát. Jó, cicu? Ma macska stream lesz. Na ezt megint a YouTube videónál szoktam nagyon frédegálni magam, hogy nem használ szöviket. Ja, hát midgame-ben már nem nagyon szoktam. Csak ha nagyon muszáj, most is akkor fogok, ha nagyon muszáj. Vagy esetleg védekező szövetség. Hú, de mondod, doromban a cicu. Viking leigezze a világot, sokkal rosszabb, mint macskát simogatni. Ezt halljátok? Jó van. Na, most már nem ezért jöttek, cicu. Tudod? Nagyon cuki vagy, de majd csinálom neked saját streamet, jó? 24 per 7 lehet nézni a macskát. Amit én szeretnék, nyilván Marshallba megyünk, és ezek közül is a Shivery Focus, mert szerintem én magam fogom vezetni a csatákat. És még nagyon fiatal vagyok, úgyhogy még egyenlőre nincsen egy darab ponton sem. 16-os prowess, good, bár azért én többet vártam tőle, meg jobbat. Az utódom nincsen megházasodva, ő a nagybátyám, Olafur Gudrusson, nem tervezek meghalni. Úgyhogy én ezt így teljesen jó vagyok azzal, hogy ő egyedül hal meg, és magányosan. Valahonnan Pietára lenne szükségem, lehetne Pilgrimage, Personal Diety az nem, mármint azt is beadjuk, de az nem azt csinálja, Grand Bloat az megint egészen más. Szerintem bevállalom most azt, hogy lemegyünk minimumba, vagyis minuszba ezzel kapcsolatban. Bár lehet, hogy nem. Várjátok, van nem piétás, hanem van másik fajta is, igaz? Ez csak 50 piétába kerül, akkor viszont ezt nagyon simán beadjuk. Ja, mindenképpen ezzel kezdünk. Az a probléma egyébként a szövetségi rendszerekkel, hogy most a nagybátyámat tudom kiadni valahova, csak hogy... attól nem kapok szövetségeket. Szóval konkrétan nincsen kit. Kiházasítanom a szövetségekhez. Úgy érzem, a mai adás literálisan el van szabotálva. Ha benyomod az ülj már rendesen gombot, akkor nem fog történni semmi. A másik trait, aminél csillag van, az mi? Ez? Vadász? Vadász. Ez mennyire király ez a zene? Ez annyira zseniális. Azért nem akarok túl sok kölyköt Prometheus, mert akkor utána meg szétesik a birodalom a francba. Szóval... mondjuk ez tény, hogy tudok konkubájnokat, de hogy azokban nincsen szövetség. Vagy legalábbis senki nem akarja konkubájnak adni a lányát, úgyhogy szövetség nem nagyon lesz ebből egy hamar. A poet trait az azt hiszem, hogy eseményből jöhet be, hogyha learninges vagy. Majd egyszer... arra is megpróbálunk rámenni. Érdekes, hogy nem kapcsolódik most a achievement. Na mindegy. Ó, ő egy Winter Soldier egyébként, azt nézzétek.
Mik vannak? Movement speed in provinces affected by winter plusz 25%, advantage in provinces affected by winter plusz 6%. Ez azt jelenti, hogy nem lesz ideális, hogyha most támadunk, de most tél van, és hó és halál, viszont aktuálisan nincs. Lehet, hogy csak az első télen jön elő. Mert nézzétek, csak január 1 van, de nincs a térképen sehol tél. Ez azért van, mert majd az első, majd decemberről fog leesni az első hó, az első év nem számít. Ezt valaki mondja meg nekem, vagy csak megint elrontottam valamit. Bucky! Népadás. Végre Norse vagy, végre lehetne sok prontyot, hogy fogjanak a nevek. Ne hívj vissza a hatalmaddal, kapitány! Nem tudom leépteni a webcam-et sajnos. Az most ott marad. Jó, decemberben jön, köszönöm szépen. Nem amúgy ez tényleg a zeneszerző dicséri. A budapesti filharmonikusok meg jól feljátszották. Bár nem tudom, az DLC zenéket ők játszották-e fel. Na, rögtön kezdjünk is neki ennek. Közben megy a cica dolgára, ő is érzi, hogy most már ennyi elég is volt. És akkor beadok rögtön egy háborút, tehát ezzel igazából kár várni. És ez egy új zene. Ezt mondta valaki, hogy új zene van arra, hogyha hadat üzensz ilyenfajta emberekkel. Megnézd, csak előveszi a kürtöt, és így mondja mindenkinek, hogy itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, or something something. Mit kell, mi megnézem? Tanácsot. A tanácsom... Amúgy a tanácsban is új hátterek vannak. Mua! Annyira jó. Annyira jó! És értitek, ez csak egy. Képzeljétek el, hogy fog kinézni ez a játék két év múlva, amikor majd jön egy csomó egyéb immersion, meg flavor pack, meg jönnek DLC-k hozzá. Annyira más lesz vizuálisan mindegyik országgal, vagy kultúrával játszani, hogy nagyon-nagyon jó lesz. A tanácsom jelenleg fine, a stewardom amúgy lehetne jobb, de úgy látom nem lesz jobb. Intrigue. Jó lenne intrigue-be. Te nem mennél jó stewardship-be? Bár annyira intrigre most nincsen szükségünk. Bevallottam. Magyarokhoz nem lesz DLC. Ezt most garantálom, hogy nem lesz magyar DLC. Tehát ne viccelj már, srác. Hogy lenne magyar DLC? Bocsánat, de olyan érdekes elképzelésetek vannak néha, és ez a hungarocentricizmus azért nagyon érdekes, és nem vagyok teljesen biztos benne, hogy még ebben be tudok állni. Hogy az Istenben lenne magyar DLC egy olyan piacon, amiben ott van egy hatalmas orosz piac esetleg, egy hatalmas dél-mediterrán piac, hatalmas arab piac, afrikai, kínai, indiai, még a mongoloknak is még jobban megéri DLC-t csinálni, mint a magyaroknak. Mi? Hoi 4-hez is van. Jó. Aktuálisan nincs. A Hoi 4 egy low effort DLC van, aminek az egy harmada a magyarokhoz tartozik. Ennyi. Úgy látom 28-as amúgy a commander skillem, az elég jó. Úgyhogy megyünk és szétverjük a dude-nak a fejét. Meg lehet a feleségemet el kéne kezdeni elcsábítani. Mert 25% az esély? That's not a lot of esély. Mert hogy ebből sose lesz gyerek. Egyébként. Hogyha nem megyünk azzal. Empty Council Position. Valakinek beverték a fejét? Mi történt, Guttorm? Meséld. Oh, letépték a fejét. Oké. az egész Let's Play-nek az első áldozata az nem más, mint Guttorm Sigurdsson Hjort, akinek fucking letépték a fejét a csatában. Hát, mindenkinek lehet egy rossz napja. Nem igaz? Osztrák-magyar vonalia. Néha nem tudom, hogy komolyan írjátok ezt, vagy csak viccből. Ó, megint visszajön. Hány éves az asszony? Az asszony 17, együtt nőttünk fel, egy suriba jártunk. Ott ismerkedtünk össze. Úgyhogy ez nem lesz probléma. Ja, és a tanácsomba kéne valaki annak a helyére, akinek letépték a fejét. Sajnos nem túl jó az új marssal. Egy négyes marssal? Nem kaptunk el valakit, akiből csinálhatnánk marssalt? De igen. Ó, de még mennyire, hogy igen.
Elkaptunk, van két prisonerünk, és az egyikük 14-es, a másikuk 5-ös. Nagyszerű. És a 14-es ráadásul alacsony prowess-szel rendelkezik, az 5-ös meg magas prowess-szel. Tehát az 5-öst, azt be tudjuk venni lovagnak, mert szólt a játék, hogy túl kevés a lovag. A másikat pedig őbelül fogunk csinálni... Marshalt. Ja, ez most ideális, ennél jobbat nem is kívánhattam volna. Ugye a lovagok nagyon fontosak a játék elején. És remélem be is állt lovagnak. Jó, beállt lovagnak, nagyszerű. És fel is tudom állítani. Yep. Yep, 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 yep. Te odamész. És a tanácsomba pedig jöjjön Svein. Oh, thank you. Olyan jó, mikor így összejönnek a dolgok. Szóval ez most adom. Ez most tök jó volt. Fejvesztve menekült. Megvan a válasz 25%-ra, az azt mondja, csak gyerekkori barátnak tekint. Neeeeee. Közben stackwipoltuk a dúdot, és ezzel behúztunk elég sok presztízset. Amúgy egyáltalán nem húztunk be elég sok presztízset, nulla presztízset ezeket a csatákért. Nem kell leszedni a fejét, csak mert magyarként is magyar DLC-t szeretném, meg ezt a pessimista hozzáállást nem szeretem, nem értem néha a magyaroknál, miért nem lehetne egy DLC, aminek kis részeként dolgozzák majd a magyarokat. Na most az megint más kérdés, hogy kis részként újra dolgozzák a magyarokat, meg megint más kérdés, hogy hogy magyar DLC. Már megint két különböző dologról beszélünk. Plusz, azt sem értem, és most valószínűleg nagyon sok mindenki meg fog bántódni. De sajnálom, srácok, valószínűleg egy részletek azért követett be, mert szerető, hogy az őszintén elmondom a véleményemet, megmondó ember vagyok. De hogy őszintén szólva, nekem nagyon fura, hogy az összes játékban mekkora bónere van mindenkinek arra, hogy a magyarokkal játszon. Tehát mikor, oké, hogy az ember egyszer kipróbálja, de hogy újra meg újra meg újra, mindenkinek az első dolga, hogy a magyarokkal kell kipróbálni még a fucking Hoi 4-et is, ahol kb. Meghalni tudunk a játék elején, az egy nagyon fura koncepció számomra. Itt van egy hatalmas térkép, és mégis mindenki csak egy darab kis részt lát belőle, vagy nagyon sokan csak azt látják, hogy nem érs élet az élet, hogyha nem a magyarokkal játszunk. Ez olyan, mint hogyha minden nap pacalt ennél. Vagy nem tudom. Nyilván ez egy nagyon, nagyon buta hasonlat. De hogy... Nem azt mondom, hogy rossz lenne, ha jönne egy magyar DLC, de miért is? Miért? Tehát, hogyha én úgy nézem, hogy melyik legyen, Indiát érdekesebbé teszik, vagy magyar DLC, akkor tegyék érdekesebbé Indiát. Pedig én magyar vagyok. De mégis azt mondom, hogy magyarok már ott vannak részei a dolgoknak, Crusader Kings, szuper, India, meg ilyen rengeteg kultúra van benne, és mégis egy nagy masszaként van kezelve, tehát Indiát jobban ki lehetne dolgozni. A magyar DLC nekem kb. A 20. lenne egy listán, hogy melyik kultúrát szeretném, és ez nem azt jelenti, hogy utalom a magyarokat, hanem azt jelenti, hogy nem csőlátásban gondolkozok a játékról. Ennyi a véleményem. Nem szeretem a nőket. What? Oh shit! Tényleg nem szeretem a nőket. Oké, ez gond. Mégiscsak a nagybácsinak kéne valamit kiadni. Oké, Dantail, köszönjük, hogy itt voltál. Nem muszáj itt maradnod egyébként. Nyugodtan mehetsz tovább. Úgy érzem, hogy nem biztos, hogy egy húron pendülünk. Majd igen, raiderek is. Jó volt egy Ciggy Prometheus. Hazárló szavaid nyomán le is iratkozom. Sajnálom. Tudom, hogyha... Nem mindegy. Nagyon csinyit mondtam volna, de nem. Nem, visszafogom magam. Minden nap csirkepörköltöt ennék. Annak örülnék, de értem, amit mondasz. Akkor legyen 20. DLC, a magyar DLC, hosszú ennek eltének az életciklusa. Egyébként azt hozzáteszem, hogy van esély rá, hogy újra dolgozzák a magyar
honfoglalás mechanikát. De az nem DLC-n belül fog történni, és az egy része lesz egy update-nek, és csak is azért, mert ez egy CK2-ből érkező mechanika. Viszont ez a mechanika jelenleg jól működik. Tehát lehetnek gondok. Nem. Lehetnek kicsit ilyen fura elvárások abból, hogyha azt gondoljuk, hogy egy jól működő DLC-t újra dolgoznak, mikor van 25 mechanika, ami rosszul működik. Majd megszereted. Majd összeszorítom a fogam. Mennyi a nézőid átlag életkora? 9 évesre kell gazdasági dolgokról beszélgetni. Kb. 20-25. Itt viszonylag kicsi számú a gimisnél fiatalabb néző. Persze vannak, de inkább ilyen fiatal felnőttekről gondolkozunk. Lehet túl radikális vagyok a témához, igen, lehet. Én kicsit másfél gondolkozom ebben, mint ahogy így sokan elvárnák tőlem. Most úgyis kicsit meghalt a Twitch. Én 47 vagyok, emelem az átlagot. Ja, amúgy sokan emelik. Ja, most mindenki beírja hány éves. Jó, akkor játszotok. Szóval... te menj haza. Ja, még nincs vége a háborúnak. Itt az idő megkötni a békét, jó uram. És van-e valami hasznos a börtönömben? Nincs. Ó, oh, de hogy nincs? Would you look at that? Sign urn. Ó, és ráadásul quick asszonyság. Oké. Ennek sokan nem fognak örülni. De én igen, úgyhogy ő lesz az első ágyasom. És létrehozhatnánk Vikint, csak hogy nincs elég pénzünk. Úgyhogy most nem hozzuk létre Vikint, hanem most kicsit gyűjtjük a pénzt. Vagyis, pontosabban, elmegyünk lootolni, ahogy tanácsolták nekem a kedves nézők. Elmegyünk lootolni, Üplöndöt nem akarom lootolni, Varmalandot lootolhatnánk. Varmaland egy bitch, úgyhogy Varmalandot fogjuk lootolni. Mondjuk oda, és akkor Raise Local Raiders, bár ez a múltkor se jött be, de próbáljuk meg. Annyi a probléma, hogy most nem vagyunk maxon. Oké, megy a raid. Szuper. Jön ő, hogy megöljön. Oh, ez rossz hír. Szerintem iskri pupákok lesz, amint megvan. Oké. Fire and blood. The settlement of Nordmark, an important stronghold in the greater Nordmark, has fallen to my raiders. We have the run of vast tracts of lands, and many are the quivering subjects and shining treasures of Chieftain Dolphin to choose from. The troops stand ready, awaiting my command to give them direction. Bring me bounteous plunder, vagy pedig we've taken enough already. Ha a bounteous plundert választjuk, akkor lemegy a development, és még... a Chieftain of Nordmarkban. Nem a development megy le, csak az increasing csökken. A progress csökken, viszont kapunk 30 aranyat. Erre mondják, hogy ez nem az én problémám. Úgyhogy nyugodtan, vigyük, ami nincs leszögezve. Ja, mehetne amúgy erről egy stream? Egy szavazás Green Goblin vagy Tuvia? Így döntsétek már el Discord, hogy valahol ki. Legyen már egy ilyen szózás, hogy mennyi idős vagy. Erre tényleg kíváncsi vagyok. Olyanok legyenek, hogy 0-tól 10-ig, 10-től 20-ig, 20-tól 30-ig, 30-tól 40-ig, 40 plusz. Sajnálom mindenkitől, aki 40 és 80 között van, és összerakom a 40 éveseket a 80 évesekkel, de szerintem nagyjából így lesz a legjobb. Vagy menjünk sulival inkább? Nullától... De nem, engem érdekel. 10 alatt 10 fölött az nagyon nem mindegy. 0-14 lehetne, de az butaság. Szóval legyen 0-10, 10-től 20, 20-től 30, 30-től 40, 40 plusz. Angol területet lootni, azoknak van értékük. Jó, de kicsit finomabban a Prometheus a backseat-tel. Nem az azt mondja quick, hanem te. Ó, oh, az jó hír.
Emeld meg az emoton élet, rohadtul utálom. Amúgy tényleg tök jó, hogy fiatalok vagytok. A vagy szót azért nem engedi a Twitch, mert benne van az, hogy vag. Úgyhogy... De miért akarsz vagyot írni? Hány éves ön? Hány évesnek tetszik lenni? Ha 20 éves vagyok, akkor 10-20-ra vagy a 20-30-ra szavaznak. Oh, Jesus. Oké, okay. Még egyszer, újra. 0-tól 10-ig, 11-től 19-ig, 20-tól 29, valahogy így. A szkorod mennyi? Hanyas vagy te, disznó? Már megy a szavazás, akkor mindegy. Legyen az, hogyha 20 éves vagy, akkor írd be azt. Amelyikhez közelebb van. Tehát, hogyha 20 és fél éves vagy, mondjuk 20 éves és 7 hónapos, akkor már 30, 20 és 30 között vagy, kész, bum. Én is szavazok. Oké. Te vagy az én győztesem. Te vagy az, akire szeretném. Gratulok Alex Hápnyó géphez és boldog szülinapot. Jó szórakozást vele. Prometheus, te panaszkodni jársz ide, már látom. Jaj, Istenem. Jó van, oké. Okay. Oké, okay, tehát most megszereztük itt a pénzt, ami nem túl sok pénz. Most azt nézem, hogy esetleg őt meg tudnánk ölni. Nem, mert neki vannak különleges egységei. Akkor iszkripupákok, megyünk haza. De még mennyire, hogy megyünk haza. És esetleg beállunk védekezni, ha nagyon kell. De szerintem nem jön utánam. Nem fog utánam jönni. Jó, mehetünk esetleg lootolni. Ugye üplöntbe nem akarok menni lootolni, viszont Astragdarba vagy hova mehetnénk. Ide egy gyors lootot megejtünk. Egyébként Angliánért azért érdemes, vagy azért érdekes elmenni Angliába lootolni, mert hogy maga az, hogy tengerre szállok, az pénzbe kerül, nem? Ráadásul duplán, mert haza is kell jönni vele. És ő már rögtön háborúzik is. Astragdar. Az érdekes. Támad ráadásul. Lehet, hogy őre le kéne csapni mostanában. Szeretném, hogy a Councilomban növekeljük a kontrollt. Szia Dávid, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Itt a tél, itt van a tél, itt van. Itt a tél, itt van újra. Vagy most először. Paulo 9521-nek köszönöm a bekövetést, tök jó, hogy itt vagy. Azt mondja a csaj, hogy ő így annyira nem. Ő csak barátként gondol rám. Hát ez remek. A saját feleségem csak barátként gondol rám. Nem már. Most innen behúzom az összes aranyat. Amúgy még hogy itt nem gazdag ez a terület. 15 arany jött be csak ebből. Jó, nyilván Angliában sokkal több van. Raid or trade? As my troops and I prepare to sack the lands of Westral Agdir, our first guards report back. It seems the local towns are rich, but many are heavily fortified, and we could well be courted by eventual armies before we can break into justice's juices targets. All is not lost. The art of a good raiding is all in exploiting opportunity, and we could perhaps arrange trade and tribute in exchange for staying a bloods. Tehát a kereskedhetnénk is akár. Mit adna ez nekem? Perhaps the local chieftain will be amendable. Possible outcomes. Ha elfogadják az ajánlatot, akkor kapok egy békét 5 éven át Astragdirral. Nem igazán szeretnék békét vele. Ezt nem is tudom, hogy miért jön erre nekem jól be. Continue raiding. Viszont nyugodt vagyok, ezért kapom a világ összes stresszét. Ó, ő nem boldog egyébként. What kind of lily-livered feudal coward makes money without raiding? Ez micsoda, micsoda igazi, igazi vérbeli vikinges mondás. You preach West Agdir and refuse to think about trading instead of raiding for the rest of your life. Wow.
De miért jó nekem a trading? Mert hogy pénzt úgy látom, hogy nem kapok érte. Csak simán trúsz jár érte, és ennyi. Ja nem, add 10 loot to the current raiding army. Tehát lootot kapnék érte. Köszönöm mindenkinek, aki szavazott egyébként az életkorral. Sajnálom, hogy nem volt szociológiailag tökéletes a szavazás, de nekem érdekes volt. Vikingben olcsóbb a hajó, tényleg. A feleséget friendzone-ol, nagyon durván. Nem, Jokeporodi jó nyomon jár, ez inkább próbálok skótír akcentus, mint oroszt beadni. Ógermán, provinciális latin dialektus, tessék. Szóval az van, hogy ez nem tűnik rossz ajánlatnak. Ez, hogy kapok 10 lootot, mert ugye innen összesen 3-at vinnék haza erről a területről. Ami inkább aggaszt, az az, hogy ezért viszont 5 évig békém lenne a dúddal azzal, akit most akarok megtámadni. Amúgy meg tudnám támadni? Van vajon rá valami casus belim? Szerintem meg kéne támadni, akkor viszont nem tudom elfogadni ezt a békét. Continue raiding. Yes, we probably could make money trading. Pillage it anyway. Az lesz az. Nyugodt vagyok. Elpénzünk most. Nem tudom, szerepjátékozunk vagy nem szerepjátékozunk. Ugyanazok a casus belik vannak mindenkire. Nem kell casus beli, Balázs Viking vagy Conquest. RPG, nem, RPG, szerepjáték, ne, szerepjáték a fel, ne szerepjátékozzunk, ne, szavazzunk róla. Á, eleget szavaztatok, mert Jesus. Viszont nem volt prediction még. Lehet, hogy kéne egyet prediktálni, csak így kicsit nem annyira van jó esélyre. RPG-zünk mindig, nem az a csatorna filozófiája? Igen, de most achievementért megyünk, tehát akkor, ha achievementért megyünk, akkor nem mindig RPG-zünk. Legyen RP. Leszettem a kicsit, hál' Istennek nem kellett felelni, bevittem. Remélem ilyen jót pihen. Jó alvó kis lény. Van még mit szavazzunk. Én most azt mondanám, hogy folytatjuk a raidinget. Most ezt nem fogom be-RP-zni. Egy kis stressz, az bejátszik. It's fine. Hazamegyünk, lerakjuk a raidet. És aztán utána megtámadjuk. Fire and blood. Igen, ebből is. Ó, nem, várj. Ebből nem viszek haza. De, ebből viszek haza, mert nem ezt fogjuk elfoglalni. Hanem Asturak délért megyünk most következőnek. Tehát nem magamat rédelem konkrétan. Nekem is egyenlőre. Most ebből a pénzből nyilván arra kell majd költenem egyrészt, hogy megépítsem a... Vagy létrehozom a Dutchit. Viszont előtte... Ja, mondjuk ez nem is pénzbe kerül itt, a menetarmzok, csak a fenntartásuk kerül arra. Akkor viszont szeretnék egy bácsit, aki segít nekem a csatában. Huskarl, ne írjátok le, légy szíves, hogy melyik a meta jó, meg hogy melyik a jó. A Varangian Veterans úgy emlékszem, hogy nagyon jó egyébként. Ő elsősorban farmlanden, plainsen és hillsen működik jól, viszont most mi erdőben fogunk csatázni, jelenleg. Aztán majd később lesz hill, meg hasonló is. Pikeman, Bondi. A bondik rosszak a hegyekben, azt nem szeretném. Jó, adjuk be a Varangian Veteran-t. Az a legdrágább amúgy is. Úgyhogy kérek egy ilyet, és akkor ő kezdjen el visszatöltődni. Amíg én hazaérek a loot-tal, és... úgy látom amúgy, hogy elverték ezt a dúdot. Ó! Oh! Hát ebbe beleszaladtam, ebbe a késbe. Ezt nem vettem észre. Nem baj, mert megölöm, meg mit tudom én. De hogy teljesen fölöslegesen vívtunk meg most egy csatát. It's fine. Hazavisszük is, vajon azonnal utána tudok? Jó, meg is jött 18 arany és 18 prestige. Most ha ezeket hazaküldeném, akkor tudok-e utána azonnal támadni? Raise runestone. Oh.
Várj, először állítsunk runestone-t. Mennyi prestízs, mennyi piéta, azt nézzétek meg! Lehetne egy runestone, csak nagyon drága, amúgy. Jó, beadok egy runestone-t. Elmegyünk, ne aggódjatok, elmegyünk a vikingek, vagy elmegyünk az angolokhoz, mert nagyon megérős, csak közben... Csak először hagyj foglaljam el a dúdot. Every runestone has a message of some significant event in the life of the commissioner. From the smallest peasant to the chieftain like myself, the stone records all. What shall this monument speak of? Vanquished foe. Conquest. Hát csak ez egy opciónk van, úgyhogy akkor ezt egy opciót szeretném. És hova szeretném felállítani? Mindenképpen Bellamurgbe. Ez fog nekem adni egy Conquest Runestone, ami Control Growth, szóval elég hasznos. És kész is van. Még azt akarom nézni, hogy Tuti Achievement. Jó, megvan az Achievement. Achievement a V-lebelek vagyunk. Na figyelj, Sanyi! Van egy rossz hírem. Ha még nem lenne elég rossz a napod, akkor szubjagálunk. Miért tudlak szubjagálni? Mert van elég presztízsem. Mert egyetem elég magas presztízs szintet. Jó, akkor meg lesz az első vazalusunk. Őt most úgy beszubjagáljuk, mint nem lenne holnap. Elég sok presztízs, de szerintem megéri. Hiszen rögtön két területet tudok szerezni ezáltal. Amúgy lehet, hogy nem értem meg, de nem baj. Agresszívan expanzionálunk. 25 darab Husk Venetian, vagy milyen Varangian Veteran-t vigyünk magunkkal. És megy az epikus. Ez zene is epikus, csak kicsit más, hogy epikus. Huszárom gold a Dutchy title. Szerintem nem. De egyébként a szubjagálás későbbre is elérhető lesz. Csak gondolom azért mondtad, hogy majd azért, mert hogy a presztízs tekintetében, csak hogy a presztízst meg most majd fogjuk farmolgatni mindenfajta módokon. Szóval szerintem ez így rendben lesz. De ezt a szubjagációt bármennyiszer be lehet adni. Nem, ez egy sima szubjagáció, ez bármikor, ez nem olyan, mint a Holy War. Azt hiszem, hogy ezt be lehet akárhányszor adni. Ez nem az aggressive expansion. Az új ruhák is nagyon igényesen néznek ki. Az biztos, az annyiban viszont nem tudok arról beszélni, hogy alapból ugye én nagyon szép ruhákat látok itt a különböző modoknak köszönhetően, de a paradox is hozta a szintet, gondolom. Szépek. 50%, mert hogy stackwipe-oltuk ezt a sereget, vajon meg lesz-e ezzel az elfoglalással ez? Most annyi, hogy ez a dúd a vazalusunk lesz. De annyira nem is utál. Ahhoz képest, hogy megöltem párszor, meg hogy a... Oké, most már kezdett utál. Ja, a felesége nem utál... Igen, ő utál, de annyira nem. Rated minusz 14, declared minusz 24... Lehetne sokkal rosszabb is. Vidd légy szíves a gyerekedet? Nem kell nekem. Nagyszerű. Oké. Okay. Na, alakulom, mint pupos gyerek a prés alatt. És akkor most van az, hogy mennyibe is kerül? Ki írta azt, hogy 23 arany a Dutchy létrehozása? Milyen srácok, olyanok vagytok. An unworthy challenge. Ja, valaki megpróbált legyőzni. Snyalli-nak hívják, és elég jó lovag lenne belőle, úgyhogy Snyalli. Minden is, ha csatlakoznál hozzám. Csatlakozz hozzám, és együtt uraljuk majd a galaxist. Azonnal beismert lovagnak. Szuper. Na figyelj, van-e kedved elmenni Angliába? Éj! Ekkora buli lesz. East Anglia, vár. Napsütés, meg homokos tengerpartok. Ott mondjuk kifejezetten jól fogjuk érezni magunkat. De mindegy is, ezután a borzasztó szóvic után szerintem induljunk el. 5/3-on vagyok holdingban, akkor mégsem lett a vazallusom a dúd. Az érdekes. Pedig a szubjagáció az, hogy vazallus lesz, nem? Most azért meggyőződök róla, hogy a szubjagáció beadható. Oh. Shit.
Oké, igazatok volt. Ez egyszerű. Hibák lettek elkövetve. Kiosztogatok itt területeket közben. Olyan embereknek, akik értenek is hozzá. Mondjuk a marsalom kap egy területet, és akkor nem fog vergődni, hogy szeretne területet ülni. Ja, nem, először létre kell hozni a... Franc. Szóval először létre kell hozni a Dashi címet, mert ha anélkül osztom szét a területet, akkor kikerül alólam. És létre kell hozni, igaz, hogy a világ összes pénzzel elment, mert hogy most 5/3-on vagyok, és a feleségem nem segít ebben. Tehát akkor a marsallom kap egy területet, Svein, aki egyébként vak, ha jól láttam? Nem, csak albino. Oké. Meg Brimlingard odaadjuk a Stuartünknek. Ja, így jó lesz, mondjuk. De és akkor ilyenkor, ha mind a ketten grófok vagyunk, és szubjagálom, akkor elveszem tőle a területeket? Tök fura. Terület névkérés, ne felejtjük majd, nem szeretném, ha brit területen lenne. Tényleg itt van még az is. Fel van írva, ne aggódj, majd valamit átnevezek. Mondjuk ez hülyén hajzik, hogy Austro-Agdir, ez nem tetszik. Értem, hogy miért úgy hívják, de mi lenne, hogyha nem játszanánk ilyen Nyugat-Virginia, meg Kelet-Virginia dolgokat? Ezt fogjuk elnevezni Yggdrasilnak, és nagyon remélem, hogy ez nem valami káromkodás norvégul. Tessék, meg is van a terület. Oké, na srácok, készen állunk egy kis lootra. It's time to loot, amúgy még nem, még először várunk egy pici töltődést. Bár most kényelmetlenül kevés pénzem van, úgyhogy amiatt nem vagyok boldog. Az anyám meg tud házasodni, ad ez nekem? Ó, ad Alliance-öt. Halicsa lehetne szövetségem, Galindi, Halics nagyon messze van, ha jól tudom. Világ végén, meg még attól kicsit balra. Kugisz, hoppácska! Emlékeztek rájuk? Chieftain Kugiszra? Emlékeztek? Na, beházasodjunk hozzájuk. Aztán van itt még, ez is, Voldimir. Ezek is nagyon messze vannak. Torgár. Torgár már viszonylag közel van, és 700 darab katonával tudna segíteni. Legyen már Torgár. Nekem Torgár szimpatikus. Anyámat odaadom Torgárhoz. Yggdrasil, a világfa. Ó, oh, wow. Nem, nem fogyott el minden név a nőiből. A nőiből van még minimum 3 név hátra. Ha ránézel egy nagy területre, annál ki is írja ezt a támadás opciót, és az életben csak egyszer. Ja, gondolom. Na, alakul ez, alakul. 1100-an vagyunk, még most lett, hogy erős szövetségesünk. Úgyhogy most már talán kicsit bátrabban neki tudok állni ennek a lootnak. Annyi, hogy muszáj megvárnom azt, hogy ténylegesen felmenjen legalább a Verengen veteránoknak a száma. Empty Council Position, mert hogy... Mert odaadtam a területet? Nem azért. Minden esetre... Legyen egy reassign. És a stewardünk legyen ez a 11. Ja, ez nem, bocsánat, ez a 9-es. Hisngirs Njalli, a championünk. Mindenkinek olyan menő szakálla van, nekem én nem lett menő szakállam. Növesz szakállat. Tudom, én is be tudom állítani. De sokkal jobb, hogyha növesz magának egyet. Sokkal menőbb. Na, East Anglia felé szerintem most már lassan elindulhatunk. Hogy állunk itt?
84 per 100, ó, van egy perkem, és mindenképpen a Stalwart leaderrel kezdünk. Egyrészt azért, mert csökkenti a Commanding Armies-nak az esélyét, hogy akkor meghalunk. Másrészt, mert így tudunk majd Trial by Combat-et csinálni. Azt hiszem. Az biztos, hogy ki tudunk hinni riválisokat majd pár bajra, és az alig várom. Mindenkit is lekardozunk. Mondjuk ahhoz nem ártam, hogyha lenne némi Prowess-ünk, de nem olyan rossz a Prowess amúgy. Offer concubine. I think Sigrid Rul would serve you well as a concubine. Will you let her in your bed? Nem tudom megmutatni, ki az a Sigrid Rul. 30 éves. Elég buta. Nem kérem, köszönöm. Van más? Oké. Okay. Te kit ajánlasz föl? Grima? Mármint a gyűrűk urából? Ne. Nem lehetek túl válogatós, az a baj. Jó, legyen Grima. Menj a többiek közé. Köszönöm szépen közben Samunak a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Meg nagyon szépen köszönöm Bétnek a raidet. Wow, srácok. Köszönöm szépen Bétnek, hogy így beugrott. Mit csinál? Ja, beszélgetés volt most. Valamiért a raid gomb nem működik, vagyis nem írják, hogy raideltek. Akkor most nem legóztatok. Hát, ez szomorú. Nem, ez több, mint szomorú, hogy nem legóztatok. Azért remélem király streametek volt. Call to war. Olyan vicces vagy, srác, hogy az valami hihetetlen. Nem azért lettünk szövetségesek, hogy én segítsek neked. Azért lettünk szövetségesek, hogy te segíts nekem. Szóval ez nagyon jó lesz, hogyha nagyon gyorsan rendbe rakod a fejedbe, mert különben lesznek problémáink. Ettől függetlenül, ráadásul támadó háborúba akarsz engem behívni. Ha nélküle megnyered ezt a háborút, oké. Ha nem nyered meg, akkor miért is kellek? Azt mondja, hogy ő van 626-on, és egy ezreset támad. Ezt utálom, hogy az AI mindig behív, de őszintén leszek, én is behívnám. Tehát én is arra használom az AI-t, hogy megverjem a nagyobb bácsit, és az AI is arra használ engem, hogy megverje a nagyobb bácsit. Kicsit ránézek a chatről, hogy Mizu. Vedd már fel azt a király jarszörme sapkát. Nem! Nem tetszik. Tényleg még nem választottam Istent, basszus. Mennyire menő volt, hogy Bét kifehérítette a régi legoszét és újra összerakta, így kell ápolni a régi szettet. Az biztos, én nagyon örülök, hogy erre van egy opció, mert én úgy védem most a LEGO szettjeimet, mint hogyha nem lenne holnap, a fehéreket. Ki vannak rakva, de szó szerint, tehát van egy X szárnyú, meg egy Y szárnyú kirakva, de amikor odasült a nap, akkor inkább behúzom a függönyt, a sötétítőt, és úgy próbálom védeni, csak ez nyilván nem az igazi megoldás, főleg így, hogyha így szeretnék fényt is a lakásba, de az, hogy van rá tényleg lehetőség, hogy vissza lehet fejlíteni, ez nagyon zseniális. És ez tök jó, mert az nyilván azt jelenti, hogy tart, hogy vissza lehet varázsolni régi szép állapotában régi legókat. Meg hát kinek ne lenne elságult legója? Ez jár a gyerekkorral. Na jó, Mizu, ja igen, háborúzni szeretnél a segítségemmel. Oké, okay, segítek. Oh, wow, neked aztán van neved. Naum de la Szóval segítek, de aktuálisan nem. Szóval igen, de aktuálisan nem. Nézd, a seregemet is felállítom. Csak hogy... Ó, nem már. Nem tudok rételni, ha háborúzok. Oké, akkor felmegyünk és segítünk. I guess. Legalább kilútoljuk az épületeit, abból mondjuk nagyon sok pénz nem fog bejönni. De legyen vége gyorsan ennek a háborúnak. Legyünk túl rajta. Ja, Isten! Isten, nem választok Isten, mindig elfelejtek Istent választani. Szóval, Determine Personal Deity, és akkor van a lehetőség Otin, ami Intrigue és Piety per Dread. Van egy Ulr, aki Marshall, plusz 3, Movement Speed in Province is Affected by Winter, plusz 50%, wow! És Advantage in Province is Affected by Winter, plusz 2, Thor, ami Stewardship és Prowess, és Freyr, ami Fertility.
Na most a Fertility az amúgy egész jól jönne, tekintve, hogy nincsen még utódom, és amúgy meleg vagyok, szóval valószínűleg lesznek gondok. De jól jönne ez is, a Stewardship és a Prowess, és arról ne is beszéljünk, hogy az milyen jól jönne most, az, hogy felmegyünk harcolni, és a télen jobban tudunk mozogni. Szóval, van esetleg nekem Winter Soldier-em? Nincs. Remek. De közben meg, tehát az van, hogy ezt, ha egyszer beállítjuk, akkor utána, utána lehet váltani, viszont rengeteg sok piétába kerül. Tehát bármikor válthatunk két év után, de a világ összes piétája, tehát Istent egy egész életre választunk, mert nem fogunk 500 piétát fizetni azért, hogy, ja, bocs, meggondoltam magam, bocsi. Úgyhogy most kell kívánszani. Hosszú távon, nyilvánvalóan, most a legrövidebb választás az Ulr lenne. Mert ő segít a téli háborúban, amiből most sok lesz még. Vagy lesz, vagy nem lesz, most tuti van. Thor lenne a leghosszabb távú választás, hiszen stewardship-et ad, amivel több területünk lehet potenciálisan, és Prowess-t, amivel viszont jobbak vagyunk a csatában. És Freyr viszont fertilitást ad, ami meg a közép-hosszú távú választás, és azzal viszont lehetne talán gyerekünk, de elég para a dolog. Melyik keresőket egyesíteni? Norvégot. UV védő ablakfóliával nem lehet megoldani, akkor nem kell behúzni a függönyt. Ezzel még nem gondolkoztam. Nem szavaztok. Szavaztok. Én megyek Thorral. Szóval Thor szeretném. Thor, friend of humanity. Absolutely. Mert hosszú távban gondolkodunk. Thor, legyél velem, és így 3/4-en vagyok. Ami azt jelenti, hogy ha a következőnek hódítok, akkor megint tudok majd egy területet megtartani magamnak. Balázsnak nagyon szépen köszönöm a bekövetést. Nem, a feliratkozást, Jesus. Akinek köszönöm a bekövetést, az Xamu, Jesus the Christ és Olginak köszönöm a bekövetést, ők valószínűleg Bét-től jöttek ide, vagy Bét-től maradtak itt. Balázsnak pedig, hogy harmadik hónapja támogatja a csatornát, azért vagyok nagyon hálás. Hová lett a seregem? Ja, itt van. Úgy, hogy gyorsan mentek. Jó ég. Menjetek oda. Mert most nem akarok azonnal rámenni, hiszen akkor veszítünk. Hiszen most szálltunk partra. Itt van egy negatív. Viszont, tudod mit? Valószínűleg ő hamarabb készül az ostrommal, és ha megnyeri az ostromot, akkor vége a háborúnak is. Igen, vége van? Azt hiszem vége van, mert az a fővárosa. Úgyhogy csak megyünk támadni. Most van február, nem sokára vége a télnek, és akkor már nincs is itt például hó, ha jól látom. Tényleg itt nincs hó? Oké. Okay. A supply-unk 82, neki valamivel alacsonyabb. És ijászai vannak. De ő fog támadni a hegyek, a dombokon. Tehát innen nem lesz az előny. Úgyhogy ez egy viszonylag jó csatának tűnik most. Tudod, hogy ilyen nagy család felt megnézni? Igen. Ó, megsérült Högni. Högni az egy... az egy lovagom. Hát... sucks to be you, Högni. Amúgy ő berserker volt. Már mindig az, de most már kezdjünk el szerintem lassan múlt időben gondolkozni róla. Na például itt van. Valaki kérdezte, hogy lehet berserkerré válni. És most kiadta, hogy valaki a csata során berserkerré vált. Mert gondolom megölt X számú ellenséget, vagy valami ilyesmi. Most nekem van elég... Oh, you son of a bitch. Elkezdett ott lootolni. Én hova tudok menni lootolni? Ide? Nem tudok oda menni, mert hogy izé. Akkor nem megyünk, akkor várunk itt. Ja, még lootolni se tudunk. Nagyon megéri ez a háború nekem. Szóval most van elég lovagom? Meg áll elég lovagom? Vagy nem? Úgy látszik nem halt meg az, akire mondta, hogy meg fog halni. Ami azért valahol jó hír. Nem tudom. Talán. Tartok tőle, hogy ez fel fogja adni ezt az ostromot. Úgyhogy csak bejövök segíteni neki.
Mert szeretnék minél gyorsabban hazaérni. És most ebben jelenleg nem segít nekem az, hogy benne vagyok ebben a háborúban. Nem is haza-haza akarok menni, per se, hanem át Angliába. Mert ott jó kis lootorható területek vannak, azt mondják a dalnokok. Oda érdemes benézni. Zöld karton, 20%. Ez a párbeszédnek nincs csak értelme annak, aki nincs itt már egy ideje, de 20%. Oké, ez így teljesen jó. Ez a fővárosa is? Igen, 63%. Na most nekem kéne gyorsan átérni oda, de valószínűleg ő fog átérni gyorsan. Mi van, ha azt mondom, hogy egy gyors léptű embert szeretnék? Nincsen gyors léptű, akkor mindegy. Ugye, hogy ugyanen sebességgel haladunk? Ja, ő fog először megérkezni. Szükség van még rám ebben a háborúban? Nincs, igaz? Mehetek haza. Bár hogyha úgy megyek haza, hogy vége a háborúnak... Ó, oda megy le? Oké. Tetszik, hogy gondolkozol. Akkor én megyek ostromolni, te meg intézel a csatát. Mit szólsz hozzá? Nem is tudom, hova megy. Hát ott nincs senki. Hát jó. Oké, akkor meg lesz nekem ez a lootolás, és 3 darab aranyat fogok szerezni belőle. Ennél megérősebb háborút nem lehet elképzelni. Ahelyett, hogy sütetném a seggemet az angol homokos tengerpartokon, most itt kell lennem az északi, literálisan a játék legészakibb területén, és lootolnom. 3 aranyért. Ezért jók a szövetségesek. Hoppácska! Közben a feleségem valahogy teherbe esett. Nagyon remélem, hogy tőlem. Közben köszönöm Totyol Ratylinak a bekövetést. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Meg köszönöm Padlizsánnak a raidet. Az még korábban történt. De most köszöntem meg. Tőle csak nem kell kutakodni. Oké, két gyerekem is születik, mert a másik csaj is terhes. Oké, srácok, jöhet a prediction. Oké, a második lányunkra vagyunk kíváncsiak. Igen, tudom, hogy van raidnél limit. Szóval az a kérdés, hogy Grimától fiú születik, vagy lány, és a lány alatt azt is értjük, hogy elvetél. Tehát két gyerekünk születik, de minket a második érdekel. Grimától mi születik? Azért a második érdekel, mert csak. Szóval. Mindjárt elindul a prediction. Green Goblin mindjárt elindítja a predictiont. És akkor lehet szavazni, vagy lehet felrakni, megrakni a tétjeiket, hogy melyik legyen. El is indult a prediction, hölgyeim és uraim, elő a bögre zsetonokkal, és aki esetleg most először van itt, vagy nem volt még streamen soha, azt tudja, hogy nem igazi pénzzel játszunk, hanem nézésért szerezhető pénzzel. Azokat bedobjátok, hogy fiú lesz, vagy lány, a lány alatt azt is értjük, hogy halott. Szóval, Grimától, az ágyasomtól született a gyermek neme, fiú, vagy lány. Április 11 van, tehát a picit valahogy úgy január körül várjuk. Ja, úgyhogy decemberig most nyugodtan játszhatok, illetve figyelni kell arra, ezt nekem mondom kifejezetten Green Goblin, hogy amikor majd feljön az első esemény, hogy jéj, született egy fiad, lányod, akkor az még nem az lesz. Az még az első, az aktuális feleségemtől született baba. Amúgy hol van? Na, ott van, jó, megtaláltam. Meghátom a szövetségesemet a szaros háborújában. Nagyon remélem, hogy ez a háború, ez nekem alapvetően jó lesz. Come on. 100%. Mehetek haza? Menjünk haza? Zárd le a háborút, kérlek. Engem várnak. Várnak Angliában. Köszönöm. Kaptam érte 75 fémet. Jó, és akkor ezt haza tudom küldeni anélkül, hogy meg kéne őket túráztatnom. Oké, akkor most
Mehetek végre rédelni? Mindenki kész? Irányítang... You fucking kidding me. Jó, az még nincsen kirédelve. Az még nincsen kirédelve. Mindenki van rédelve. Az a része még nincsen kirédelve. Csak ránk vár... Norwich gyönyörű vára. Hogy szígyen rédeljük az arcát. Miért ő vezeti? Miért nem én vezetem? Én még ráadásul raider is vagyok, ott írja, hogy river vagyok. Rage speed plusz 100%. Hostile country attrition minusz 75%. Dude! Engem kellett volna küldeni alapból. Ne viccelj már velem. Úgy látom Norfolkot nem raiderik, plusz itt van egy Hurstingstone nevű vár, azt sem raiderte még ki senki. A többit igen. És sajnos egy jó darabig valószínűleg nem is lesz raiderhető. 17 loot lesz. Mondjuk ahhoz képest, hogy hogy beharangoztátok, hogy ez a világ összes pénze, ahhoz képest az nem a legtöbb pénz. Oké, meg is van. Szereztem prisoneröket, ami hasznos, és szerintem azonnal felkötjük a nyúlcipőt, hiszen itt jön egy ezres sereg, hogy megegyen minket. A következő, amit szeretnék, az mindenképpen Night Effectiveness. És átmehetnénk Hurstingstone-ba. 4 darab loot vár ránk. Oh, wow, elkényeztetsz engem, te játék. Vagy esetleg beugorhatnánk ide, 19 loot. Meghúzogatjuk az oroszlán bajszát? You're goddamn right, hogy meghúzogatjuk az oroszlán bajszát. Oké, okay, az első fiú, de ez még nem az. És az, a fiút úgy hívják, hogy autonóm. Ugye autonóm nevet még nem adtuk ki? Vagy igen? Kiadtam el az autonóm nevet az előző rész végén? Szerintem van plusz-minusz hónap, hogy hogy születik a gyerek, nem egész pontosan 9 hónap. Most az a kérés amúgy, hogy a seregemmel ki tudok, tengerre tudok-e szállni, mielőtt megérkezik a dude. Legyen autonóm amúgy. Hogy már kiadtam? Valaki remélem, hogy kiadtam az autonómot, mert utána áfú jönne. És áfú szimpatikusabb. Ha megölök a királyságot, autonóm királyság lesz. Abszolút igaz. Direkt meghagytad. Ó, köszönöm szépen, Zsanika. Oké, viszont most lehúzom. Én is úgy emlékszem, hogy már nem adtuk ki. Csak nem tudom, hogy ezt nem adtuk ki, vagy áfút. Oké, autonóm. Te vagy a trónörökös, gratulálok. Ez el fog kapni, igaz? Ja, kinda sorta elkap. De megnyerhetjük. Azt a rohadt, elcsezzük a norwichi királyt. Az mi? Vagy herceget. Annak szétverjük az arcát. Ennyike. Ennyike. És még egy fiam született, tehát fiú lett. Fiú lett. Mindenkinek gratulálok, aki fiúra szavazott, most már le lehet zárni a szavazást, ő pedig áfu. A másra szülöttem. Nem sokkal maradt le. Egyébként nagyon hamar született. Ja, mert áprilisban jött a hír, hogy terhes, de akkor már terhes volt pár hónapja. Februárban lett terhes az asszony, áprilisban derült ki, és novemberben született. Easy. Ezt nem számoltam el egyébként. Láttam, hogy kiadott egy jó nagy update a gyűrűkurás mód. Igen. Láttam, és most már Mordor is benne van. Majd valamikor meg kéne nézni. Na most viszont ezzel azt mondja, hogy itt van a seregem. Ó, a harmadik asszony is terhes. Hát ez nagyon jó. Ki mondta, hogy Kentben 30 loot van? Miért mondtok ilyeneket, ami egészen nyilvánvalóan nem igaz? Nagyon nagy a pofám egyébként, hogy mindig leosztolok titeket, de sokszor mondok butaságot. Most például megnézem Kentet, ami ez itt, és itt nulla. Lehet, hogy egyszer 30 akármennyi volt, de lerabolták azóta, úgyhogy most már nem annyi. Most kihúzzuk a gyufát mindenkinél is. Innen szerzek. Fire and Blood. The settlement of Bruges, hoppá, Brüsszelt. Csak így.
csak úgy, ki, így leromboltuk Brüsszelt. Szerintem, mint a Bruges, an important stronghold in Greater Brugge has fallen to my raiders. We have the run of vast tracts of land, many of the quivering subjects and shining treasures of Duke Bodeva into Chesram. The troops stand ready, awaiting my command to give them direction. Capture skilled slaves on Tunsberg, ez növeli a developmentet. Nálunk. Azt hiszem ez a legjobb választás. Bring me bunches plunder, ez 30 további arany. Vagy we've taken enough already. Olyan vicces az opció, hogy így felajánlja egyáltalán. Azt tudom, hogy... Azt értem, hogy sok van ott általában. De amúgy most nincs ott sok. Brooks azt szerintem nem Brüsszel. Ó, nem az. Ez szomorú. Oké, okay, akkor visszük haza a rabszolgákat. De a rabszolgaság az rossz, értem? Még azért Middleburg-öt is... Ó, Middleburg-öt nem tudom, csak úgy. És a tengeren át. Van itt valami jó gazdag terület? Kéne egy raider map mód, ahol így megjelenik az, hogy konkrétan mennyi pénzt lehet ezekből vinni. South Sussex, az 4 arany. 14 arany Dorset, az mondjuk nem rossz. Csak nagyon közel van a fővárosához, Wessexnek. És Wessexnek nagy a hadserege. Ennek aztán főleg nagy a hadserege. Mercianek nem túl nagy, de azt hiszem ott ki van minden rédelve. Bár... 4 arany, nem, 4 aranyért nem éri meg. Akkor már inkább Lotharingiába kéne eljönni. Ott... Itt vannak azért jó területek. 11 arany. Hát, 11 aranyért megéri. Vagy esetleg felhajózni. Itt. Felhajózni ezekre a területekre. Lutíciába 1000 ember vár ott minket. Vagy várna ott minket. 15 aranyért. 26 arany van Hamburgban, ami Észak-Lotharingia. Próbáljuk meg Hamburgot kilútolni. Kicsit necces lesz. Thüringia fővárosa, amúgy Thüringia, oké. Okay. Thüringia fővárosa messze van, talán meg tudjuk csinálni. Ami viszont aki ittnek az ura ennek a területnek, az itt van, és nagyon kevés aranya van. Szóval az fine. Persze, hogy a raider is csak a korai szakaszban jó. Hát az a lényeg. It's kinda the point. 26 aranyot Hamburgból. Annyit el tudunk még vinni, igaz? 36-69. Igen, annyit még el tudunk vinni. Ó, már állítja fel a seregét. Boy. Nem baj, el tudunk menekülni észak irányba, nagyon muszáj. Fire and blood, vigyük haza szépen a rabszolgákat, és akkor zsa. Úgy lassan mész. Azt hinne az ember, hogy pauzban vagyunk, de nem. Csak így simán lassan megy. Gyerünk, 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 gyerünk! Come on! Nem mondod! Azt a rohadt! Elveszi az összes lootot, amit eddig összeszedtem. ...63 aranyat hagytam benne. Hát nem gondoltam, hogy ennyire rohadt sokáig fog... ...fog tartani. Hogy tengerre szálljon, vagy hajóra szálljon. Fél területet mentünk a másik ötöt. Hát, ja, ez vicc. A prestige nem az enyém. Raid lost, has taken 63 money of treasure from us district, has given him 32 prestige. Nope, ez nem az enyém. Meghalt Helgi a tanácsomban, a csata miatt valószínűleg, szóval picit rosszul érzem magam, főleg mert egész jó spymaster volt. De hát, ez van. És most várok, amíg szépen visszaépül a... Ó, oh, ransomolni akart valaki. Szóval még szépen visszaépül a seregem, és addig semmit nem tudok csinálni. Valakit ransomolni akartak, akit szerintem én is ransomolni akarok, mert kell a pénz lóvéra.
Ki az, akiért tudnak fizetni? Budwein von Flandern, 25 arany? Hm. Lehetne jobb is, de mindegy. Van most itt nekem egy lány. Outside Agent, köszönöm szépen a... Keep going, köszönöm szépen a cheat, igyekszem. A játék nem segít, de igyekszem. Szóval, veled Mizu? Egyes a Prowess, szóval annyira nem érdekel. Clementia, nem érdekel. Orno de Longwy. Oké, te érdekelsz. Te csatlakozz hozzám. Cool. Akkor viszont a hódítás irányába kéne fordítanom a figyelmemet, mondjuk őt megölhetnénk. Neki alig van valamije. Plusz most védekező vagy támadó háborút visz éppen. Védekező, tehát igazából akivel harcolnék az ez a dude lenne. De ehhez van seregem. Well. Mondjuk, hogy van seregem. Amúgy annyira nem zseniális méretű. De ja, ezt adjuk be. Ugye Norvég királyságért megyünk, ami összesen 16 terület kell hozzából, van meg 5. Ez elvileg simán sikerülhet. Ez alatt a karakter alatt. Hát ja, Dánien keresztül kellett volna menekülni, ez tény. Legyengítik egymást, ami annyira nem, de picit igen. Mennyi van még? Ó, még egyet fogják adtan a játék. Oké, 606. Én annyival bevállalom a támadást. Szia Padizsám, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Conquer County. Úgy, és akkor mindenki az ellenségem. Köszönöm szépen Dev Horvátnak a bekövetést. Mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Miért ez a szerencsétlen irányítja a sereget, mikor itt vagyok én, akinek direkt van rá perke, hogy tudjak sereget irányítani? Miért? Ó, te jó ég, de sok katona. Ó, vagy nézzétek, milyen pici emberrel harcolok. Av. Tájk. Hát Mizu. Veled nem volt kegyes az élet. Én se leszek az. De ez már csak így működik. Sajnálom. Na most azt mondtam, hogy összesen kell mennyi terület? Kell összesen még 11. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és Üplöntből az összes többi. Tehát Üplöntel egy ponton vagy meg kell harcolni, viszont Üplönt lassan beérjük Üplöntöt méretben. Nem. Miért ilyen kevés a levim? Oké, értem, hogy megölték őket, de attól még miért van 568-ban maximalizálva levim száma? Azt valaki tudja? Mert a múltkor még 1000 volt. Most meg 500-ban van maximalizálva. What? Miért? A presztízsem magas. Szélepra mondom, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Mi a véleményed a DLC-ről? Nekem tetszik. Eddig. Vannak már ostromgépek? Azok nem is lesznek amúgy. Ez a probléma például, ez is egy olyan probléma, amit mondtam, hogy ami miatt nem lehetünk örökre tribe-ök, mert a tribe-öknek nincsenek ostromgépeik. Mert csak a következő tech szinten lesznek ostromgépek. Tehát ahhoz fel kell jutnunk ide, az Early Medieval-be, mert ott tanuljuk meg az ostromgép készítési technikát és a mangoneleket. Ja nem, vannak onagerek. Ó, oh, bocsánat, butaságot mondtam. Akkor onagerekkel érhetőek. Valamiért úgy emlékeztem, hogy nem elérhetőek az ostromgépek. De ezek szerint igen, csak ki kell fejleszteni őket. Próbálkozik megint a Sanyi. Nem baj, nekem jó. Kellenek a rabok. Gyere! Még azért gyere ide, beszéljünk. Gyere! Úgy. Nem... én azt értem, hogy majd visszatöltődik Chill, de nézd csak, ha visszatöltődne, akkor itt azt írná, hogy 555 per 578, azt írna, hogy 555 per 1000. Tehát a visszatöltődés csak akkor tud megtörténni, hogyha itt töltődik konkrétan, de azt írja, hogy mennyinek kéne visszatöltődnie.
Háború után fogod látni. Oké, nézzük meg. Várj! Kaptam el hostage-eket, kiengedném őket pénzért. Cool. Ja, és ezt a háborút is megkaptam, ebből viszont pénz fog bejönni, hál' Istennek. 7 egész arany. 7 ropogós forintért megéri ez a móka. Jó, hát akkor menjél, elfoglalak attól függetlenül. Na itt például már rendben van. És itt viszont nincs. Itt rendben van a csík, itt nincs rendben a csík. Itt rendben van a csík, igen, itt rendben van a csík, látjátok? Itt viszont nincs. Tehát akkor ez egy UI frontend probléma igazából. Aktuálisan. Össze-vissza dobálj el a Twitch egyébként most a framerate-eket. Nem vagy feudal, nincs elandó szám, hogy mennyi levit kapsz. Prestige-től függ, nem? De a prestige-em az meg magas. Tehát az nem esett vissza. Mennyit ad neked az ostrom? 8 hónap, nekem 7 hónap. Próbálj még igyekezni vele. Mert megnézem, hogy akkor ez hogy működik. Tribal. Feleségem megint terhes. Development in owned countries is ignored. Hát ez nagyon jó. Megszűnt a szövetségem? Vagy nem? Jó, ez nem segített. És ezt a Gallant-ot most ki fogom maxolni. 3 hónap, 4 hónap. Elvileg meg lesz. Aki meghalt vazalus, ott kiörökölte a területét. Hát akkor ő. A fia. Nem tudom, valaki. Nem én, az a lényeg. Az a baj, hogy én nagyon szívesen építenék, csak az építés pénzbe kerül, és... jó, kiengedlek 38 aranyért. És pénzből nincsen zseniálisan sok. Én alapból szeretem úgy, hogyha van pénzem, pluszba, hogyha bárki rám támadna, tudjak felvenni mörköket. Szereztem még egy területet. Szóval... szóval az egy dolog, hogy az egyik rész az, hogy prestízsbe kerül a cucc, de a másik része meg az... ugye jó a kontroll? Wow. A másik része meg az, hogy viszont pénzbe is. Tehát például ide jövök és azt mondom, hogy építek ezt 1000 forint egy Headless Stave Church, ami nyilván nagyon erős épület, nem is erre gondoltatok, hanem mondjuk ezekre. 75 arany. És jelenleg van 161 aranyom. Nem érzem azt, hogy ez nekem feltétlenül tökéletes, jelenállás szerint. Ami tökéletes az, hogy a Hördölandot megtámadom. Csórikám, hát csórikám, végül is csórikám, annyi bűne volt szerencsétlen embernek, hogy rossz helyen volt, rossz időben, és megpróbálta megtámadni, vagy megpróbálta elfoglalni ezt a területet, Höggelandot, és most, hogy milyen landot? Szóval azt a landot megpróbálta elfoglalni, megvertem egyszer, elszedtem tőle az összes pénzét, kétszer elszedtem az összes pénzét tőle, és most pedig elfoglom az ő területét is. Nem kérek elnézést. No regrets! Mizu! Szia! Szia! Lányom született, mondjuk az nem rossz, mert abból lesz majd jó kis szövetség.
Mert a kombatánsokból fel tudom tölteni a lovagokat. Van-e valaki, aki ilyen kiemelkedően jó lovag esetleg? Vagy az sem rossz, hogyha van valami nagyon jó képessége, mert akkor adhatod neki területet. A gyerek Rowdy, ami azt jelenti, hogy ő is valószínűleg hódító Vilmos lesz. Vagy az sem rossz, hogyha nagyon jó a learningje, mert akkor ebből udvari gyógyász, mondjuk Clementiából. Az előbb azt mondtam, hogy Clementia nem érdekel, de aktuálisan rekrútolom, és így ő lesz a gyógyászom. Most nincsen udvari gyógyász. Bár nem is hiszünk az ilyen dolgokban, hogy gyógyítás. Pff. Majd kiválogatja azt Odin, hogy ki az, akit megtart, meg ki az, akit nem. Jó, van gyógyászom. Egy prowess-t itt tudok nézni, vagy csak a végigkattingatok rajta? Szerintem csak a végigkattingatok. Nulla prowess. Ja, te vagy a törpe. Aha. Gandalf, neked 8-as. Ez egy 9-es prowess. Ezek nem annyira jók. Lesz ez majd jobb is. Nem vezetem az ostromot. Már megint kicserélte. Annyira kéne erre egy gomb, hogy hogy én vezessem már a dolgokat, főleg, hogyha én jobb vagyok. 33-as vagyok. Miért csinálja ezt a játék, hogy minden alkalommal direkt nem őt választja ki? Ma ilyen cicőrjárat van, az biztos? Állandóan itt van. Rájöttem, a macskának furcsa, hogy állsz, és azt hiszi, hogy baj van, emiatt ilyen ideges, és bújna hozzád. Egyébként az van, hogy nincsen itthon most a gazdia. És amikor általában hétközi stream van, akkor ott van nála, a gazdiánál. De most nincs itthon a gazdi, és szerintem azért járkál át. Mert közben egész nap állok, és mégsem zavarja annyira. Milyen jó válmelegítőd van. James Bond főgonoszos, hogy macska ül a nyakadban. Láttam Padlizsán, köszönöm szépen a backseatet, de nem akarok romanszelni. Nem akarok farmolni. Nem főtől a lánynév van, Kirker. Bocsánat, elfelejtettem kiadni a lányneveket. Pedig rengeteg lánynevem van, egyszerűen csak nem ott volt a fejem. Kimegyek egy pár vízért, mert visszajövök egy macskasál. Köszönj be a nézőknek. Nem akar. Na jó van, ez tök jó volt, cicu. De most már akár mehetnél is a dolgodra. Disorderly horde of bandits, pirates and other heavily armed scoundrels have entered Yggdrasil Hill, led by Hrodgar. Mi? Tök jó. Ja, tök jó, hogy rédeltek. At first my scouts taught them here to pillage, but an emissary from the chieftain claims that they would happily trade instead. Kereskedhetünk is. Nekem tetszik, hogyha nem akarnak lerabolni. De akkor nem is fognak lerabolni? Trust kapok Chief Hrodgarral, az kicsoda? Ez a... upvote-os dude. Ő egy upvote. Jó, 5 éves trust, szerintem 5 év alatt nem érünk el oda. Úgyhogy lehet, úgyis üplöndöt kell megütni lassan. Highly welcome. Unexpected offer, but highly welcome. Ismerős ez a szöveg. Csak most az volt a lényeg, hogy ne lootoljanak. Ennyit, csak ennyit szerettem volna elérni. Mondjuk így is úgy is harcol vele, na mindegy. Jó, ez is megvan, még sincs este. Ezt a területet viszont ki kell már adnom valakinek. Úgyhogy odaadjuk egy olyan vazalusomnak, aki ért dolgokhoz. Wow! Van egy olyan vazalusom, úgy hívják Einstein! You are 1100 years early. Einstein. Jó, tetszik Einstein amúgy. Tetszik, hogy gondolkozik. Nem is buta. Az az érdekes. És organizer. Ó, tudnám használni majd. Movement speed, retreat losses. Igaz, hogy részeges, de közben berserker, tehát valószínűleg jó harcos is. Ja, Einstein, te nyertél. Einstein for the win. Megkapod Björgint. Érezd ott jól magad. És rögtön nagyhatalmú is lett, ami nem bánom, mert viszonylag, amúgy bánom. Bár Stuartnek tök jó, tízes Einstein.
Igen, és akkor most már csak a kancellárom nem bazallus, nagyhatalmú bazallus, hanem csak egy randó. Oké. Egyébként ezért mondtam, hogy kéne egy loot térkép mód, mert most például nem tudom megnézni. Hát végül is meg tudom nézni, csak nem tudom megnézni egyszerűen. Nem is? Jó van. Nem tudom megnézni egyszerűen, hogy hol vannak jól lootolható területek. Végig tudom kattingatni, és akkor kiadja, hogy oké, itt nulla loot van például. Meg itt is végig tudom kattingatni, mondjuk vele békén van. Lenne is 15 loot természetesen. Wastergötlandot esetleg lootolhatnám. Van ott Nordmarkban 15 loot, akkor megyünk oda lootolni. Mindenképp. Szia Kondornak, milyen asztalt vettem? Ilyen IKEA-s kurblis. Gondolom úgy lehet Romance-el prestige farmolni, hogy feljönnek ilyen események. Szia Clement 41, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Igazi CK-játékos fejből tudja, merre kell venni lootolni. Aha, én is így gondolom. Én nem vagyok sem is igazi CK-játékos, nem is tudom miért néztek. Ennek van egy szövetségese. Ezek így elég erősek, ezeket most nem tudom hódítani, úgyhogy menni kéne Sogd felé. Neki is van szövetségese. De együtt nem túl erősek, plusz el tudom kapni egyedül. Na, végre rendbe jött ez a cusz. 1739 katonám lehet. Oké, tetszik. Megyünk Szognra, és utána talán Üplönd irányába is tudunk majd menni. Most Üplönd amúgy háborúzik az e saját emberei ellen, vagy háborúzott. Most már elmúlt. Szögn az elment rédelni? Hova mész rédelni, Szögn? Most ezt nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon gondold meg, hogy mit válaszolsz. Most örökké fog menni. Ott eltűnt a szem elől. Bye! Majd írj! Tényleg hova megy? Dániába megy rételni? Hát... Nem jó időt választottál erre, kedves barátom. Ja, ezt meg én rosszul csináltam. Mert hogy én meg megtámadom. Annyi, hogy valószínűleg össze akar majd állni a seregei, úgyhogy picit még várok amúgy a támadással. Mert most ő elment máshova. És ha nem tudom azonnal, nem tudok azonnal lecsapni rá, akkor jön majd és összeáll a szövetségesével, és együtt már tök sokan vannak. Ezren vannak, én nem vagyok ezren, még kicsit töltődni kell hozzá. Vagy esetleg venni. Ó, veszek egy ilyet. Ja, veszek egy ilyet, mert presztízsből megengedhetjük. Bár most negatív a presztízsem, szóval azért ez probléma. De hát nem lesz nagy probléma. Nagyon, nagyon beszakadt most a Twitch. Bocsánat a frame dropokért. Most nagyon rossz. Tényleg. Nem tudom, mi van vele megint. De amúgy... Prometheus, légy szidőnsd el, hogy akarsz backseat-elni, de komolyan. Azt mondod, hogy lootoljak, utána azt mondod, hogy ne lootoljak. Azt mondod, hogy háborúzzak, aztán ne háborúzzak. Tehát... Én értem, csak... Csak miért? A vessel fit for a jarl. A jarl longship says much about him. It tells you how rich he is, how successful, what image he wishes to project for the rest to the rest of the world. I look at my current craft and deem it lacking. As if to punctuate the thought, a piece of rigging comes loose with a crack, the whole vessel creaking ominously as it redistributes pressure. Commissioning a new ship is simple enough, but is a simple replacement good enough? Don't I deserve a vessel that tells the world about me? A Leviathan to carry my spoils! Leviathan flagship plus 50% army loot capacity, 75 aranyat cserébe. A monster to intimidate my vessel. Monstrous flagship, terrified vessel contribution plus 20%. A dragon to roar my name. Vermish flagship, diplomacy per level of fame plus 2. I have no need for a costly craft. Az a helyzet, hogy ezek közül egyik sem érdekel túlságosan. Elmondom miért nem. Jelenleg is annyi cuccot tudunk hozni, hogy is se tudjuk feltölteni magunkat, mielőtt elszednék tőlünk. A
Nem akarjuk megijeszteni a vazalusainkat, mert alapból nem rettegtünk senki, mert alapból nem végeztünk mi ki senkit. És nem is fogunk valószínűleg. A Vermich Flagship, Diplomacy per Level of Flame plusz 2. Látom, hogy ez hogy lehet hasznos, de kicsit nagy ár érte. Azt hittem gyorsan útoztak is, de Angliában 30-ször annyit, aztán mész hódítani. Jó, figyelj, értem, de tényleg az a legjobb, hogyha így hagytok játszani, mert akkor az lesz, hogy... Az lesz, hogy akkor most én játszom, vagy ti játszotok. Most ezek közül én azt fogom, hogy... Nekem nem kell most nagy hajó, köszi. Most inkább nyugalomban szeretnék élni. Thank you. Merre jársz amúgy te? Ja, te itt vagy. Jó, megpróbálok egy támadást. Szerintem most már elegen vagyunk. County. 1000 ember jön ellenünk. Így. 1265 ember, és megint nem én vezetem. Miért a 33-as király vezetni, akinek megvan a képessége arra, hogy vezesse? Mert értem, hogy megóv attól, hogy nekem valami bajom legyen, abban az esetben, hogyha... Oké, okay, partra szállva támad. Ez egy érdekes koncepció. Szóval abban az esetben, hogyha nincs meg az a perkem, ami miatt jobb vagyok csatában, akkor értem, hogy a játék próbál megóvni ettől. Közben Bolsteinnek levágták az arcát. Egy fejszével. Előfordul. Legjobbakkal is. De amikor erről nincsen szó, akkor nem furán veszi ki magát, hogy direkt elkerüli azt, hogy berakjon engem a sereg élére. Engem kérdezel, úgy állsz, hogy szeretni. Ugye milyen kedves vagyok? Igen, köszönöm. Ja, jó óvatosan, srácok! Nyugalom, nyugalom! Azért nem kéne, hogy ennyire elszabadulnak az indulatok a körül, hogy van-e backseat. Szerintem itt mindenki alapvetően megpróbál lehető legjobbat. Legjobban szórakozni, és... ne beszéltek csúnyán egymással, légy szíves. Jó? Meghalt a kancellárom. Mi? Nem írja a játék. Nem hatom a kancellárom. Miért úgy meghalt a kancellárom, ha nem hatom a kancellárom? A kancellárom él és virul. A kancellárom a lehető legnagyobb rendben van. Nyugodjatok meg, légy szíves! Itt mindannyian barátok vagyunk. Szét lesztek ültetve. Mert, de tényleg, tehát... Tudjátok, hogy mindenkit én nagyon szeretek. De hogyha elmondjuk többször, hogy ne legyen backseat, akkor ne írjátok be, hogy miért háborúzol, amikor sietned kéne a... lootolni, aztán miért lootolsz, ha sietned kéne háborúzni. Szerintem ez nem egyszerű, és szerintem ezt te mindenki érti. Csak néha nagyon nehéz amúgy ezt követni, azt is megértem, mert frusztráló tud lenni, hogyha valaki úgy játszik, ahogy hogy te sokkal jobban játszanál, de hogy bárki streamelhet, tehát senki nem nézi, vagy senki nem streamel Crusader Kings 3-at. Nyugodtan streameljetek, és akkor minden rendben lesz. Na most hadd mi a kancellárom, amúgy, actually. Eddig még nem. Most viszont meghalt, és nem nagyon tudok a helyére kinevezni senkit, mert mindenki idióta a feladathoz. Miért nem okos senki diplomáciában? Jó, az lesz, hogy te leszel az új kancellárom. Ölstein. És a Spymasteröm lesz Röngvald Olarfsson. Nem ideális ez a helyzet, de most nem tudok ezzel mit kezdeni. Sajnos ezzel a duddal békén van most egy darabig.
Még 4 évig, kicsit elhamarkodottan kötöttem vele békét, de hogyha kivárok, akkor szerintem összegyűlik elég sereg, hogy mondjuk üplöndöt meg tudjam támadni. És most van az, hogy milyen kár, hogy előttem, de nem! Nem kár, hogy előttem a subjugation-t, mert be tudom adni a dacsit, és a dacsi ugyanazt csinálja, csak azóta felment ugye a szintem. Tehát a dacsival ugyanazt sem, mint a subjugation-nel, teljesen jó, zseniális, megmentettek az istenek. A probléma az, hogy a hegyek, most nem nézek rá csatra direkt egy darabig, bocsánat, szóval, amíg mindenki megnyugszik. Szóval a hegyekben fogok tudni csatázni, és azért nagyon jó, vagy azért nagyon rossz, mert a hegyekben kell csatáznom. És offenzívában kell állnom a hegyekbe, úgyhogy annyival nem vagyunk többen. Na most ezt ki tudom azzal talán picit védeni, hogyha felveszek olyan embereket, akik ténylegesen jól tudnak a hegyekben csatázni. A Varangian veteranok nem ilyen emberek. A Huskarlok viszont szintén nem ilyen emberek. A Wigmenek szintén nem ilyen emberek. A Bondik komolyan senki nem ért a hegyeken csatázáshoz. Pikemenek, de azok, értitek, azok nem különleges egységek. Az elmehet a francba. Nem muszáj leszek Pikement felvenni. Már csak azért is, mert lehet, hogy ők meg lovassággal fognak ellenem jönni. Ezt természetesen meg tudom nézni. Üplönnek a serege az Bondiból és Wigmanből áll. Nem, Bowmanből és Bondiból. Ezek ráadásul counterölik a Cavalryt. De az nem probléma. Ezek is Spearmenek. Jó, ez végül is rendben van. Próbáltuk meg a lehető legpozitívabban értelmezni azt, amit a másik ír. Ne rossz indulatot feltételezzetek, hanem jó indulatot. Pontosan Cicu. Nagyon jól mondod. Ezek bölcs szavak voltak, remélem ők is hallották. Oké. Kicsit még töltődök. Sőt, lehet, hogy ehhez behívjuk a szövetségesünket is, akit éppen foglal valaki. Are you fucking kidding me? Te haszontalan vagy. Várj, már nem vagy a szövetség... Már nem a szövetségesem. Right. Oké, szerezzünk egy szövetségest. Legyen a szövetségesem. Egy lány. Meg 2 fiú. Ne legyen szövetségesem. Nem akarom tudni az azt, hogy megcsele. Ezt most köszönöm, nem érdekel. Bár mondjuk az tény, hogy ha az egyik gyerekről kiderülne, hogy bastardó, azzal én csak jó járnék ilyen állás szerint. De azért valahogy mégsem vagyok teljesen boldog az ötlettől. Végül nem vettem föl egységet mi. Pikeman. Pikeman lovasság ellen lenne jó. Kérdés, hogy arra megyünk rá, hogy tényleg a hegyekben legyünk jobbak, vagy pedig arra, hogy counteroljuk az ő seregét. Ha counterolni akarom az ő seregét, akkor neki bómenyei vannak, és bondiai. A bondit tudjuk counterolni. A bondi a spearmannek számít. És azt tudjuk counterolni a sima gyalogsággal, armored footmannel. Armored footmannel. Nem annyira akarok armored footman, bár tényleg az armored footmannek annyi előnye van, hogy az nem rendelkezik semmifajta negatívval. Tehát a hegyekben ő rendesen tud harcolni, de végülis ez is... Ó, oh, várj! A varangiánok alapból counterölik. Az jó! Akkor viszont csak az egyiket kell, akkor csak a bowman kell counterölni, és azt pedig skirmisherek csinálják, ha jól emlékszem. Azok meg viszonylag egyszerűen behúzhatóak. Mit csinálsz, cica? Hallom, hogy valamit csinálsz. Nem. Az ijászokat, a Light Horseman. Oh. Pillanat. Jó, ezt nem fogom túl gondolni. Megyünk a terénre.
Menjünk a terénre. És a terén alapján, ami nekem hasznos lesz, az a Spearman. Pikeman, pontosabban. Úgyhogy kérek egy Pikement, és ez lesz a seregem. Ezzel fogunk neki menni, üplönnek. El tudjuk-e kapni őket korán? Ó, elindult valamerre. Ez egy támadó háború. Oké. Akkor viszont lecsapunk rá, Düplönd. Amíg nem vagy itthon, addig beveszük a fővárosot, onnantól kezdve csak védekezni kell. Jenny. Hogy vannak a magyarok? Senki nem kérdezte meg ideje, hogy vannak a magyarok. Hát, van egy jó hírem, meg van egy rossz hírem. Emlékeztek, mondtátok, hogy a magyarok most már rendesen tudnak hódítani, meg minden? About that. Lovagokat hív be. Mi az Isten? Ja, mert nincs elég lovagom. Nem hívok be lovagokat, hanem a börtönből szerzek lovagokat. Te viszonylag jó lovagnak tűnsz. Csatlakozz hozzám, vagy meghalsz. Ezek az opciók. Flossi szintén. Kicsit köhögős, de jó lovag. Jó lesz lovagnak. Gandalf, tetszik a neved, úgyhogy te biztos, hogy jössz. Ó, wow, húkot nem akar magára a kis önérzetes latol. Jó, ez három lovag, és akkor összesen lehet 12, tehát még akkor hiányzik 2 darab lovag, majd őket is feltöltjük. A lovagokkal nagyon nagy előnyöm lesz most. Itt van, lehet, hogy a magyarok még nem fejezték be. Szerintem a magyarok már szét is estek. Jön? Mi? Te mi vagy? Mi az, hogy Tengri Avar, High Chieftain, Bakhatur of Visegrád? Mert ezt így értem, hogy Grand Prince Albad Álmosfi. Hogy jött létre ez a Visegrád? Mert ez egy Tengri. Ezek innen jöttek. Mi az Isten történik itt? Tehát a magyarok bejöttek, és aztán elvesztették Visegrádot? Mert kb. Ezt az egész területet szokták megkapni. Nekem nem halad ki, vagy nem halad ki, haladás van. Az is igaz, de az még pár évszázad. High Chieftain of Visegrád. Title History, nézzünk egy Title History-t. Ez végig ezeknek a kezében volt, tehát akkor ő így... Őt nem sikerült elfoglalni? Az én játékaimban a magyarok nem mennek túlságosan nagyot. Sajnos. Na figyelj, Sanyi! Eljött az idő. Conquer Duchy 1600 ember az 1581 ember ellen. Nem tetszenek ezek a számok. Azonban ezek a számok csak rosszabbak lesznek. Bár én még azért... Én még növekszem szépen vissza. Grimma terhes lett. Ezt mondtam, hogy túl sok a concubine. Másik is terhes. Na, ezt mondtam. Ezzel nem szeretem azt, hogy concubine-özünk. Mert annyi gyerek születik, mint három generáció alatt amúgy. És ez öröklésnél elég nagy probléma lesz. Nem, mert nem lehetett öröklés. Lehet, vannak lovagért, csak automatikusan nem csatlakoznak. Nem hiszem. De megnézzük. Nem, automatikusan csatlakozik mindenki, aki tud. Milyen amúgy ez a dude? Ő egy Majestic Focus, tehát diplomata. Tehát neki nincsen sok lovagja, tehát nálam az előny. Bam, ennyi. Így akartuk. Második Kopasz Károly. Kinda elkezd egyesíteni a frank birodalmat. Azért az kemény. A honfoglalók akkor csak egy reálm ellen mehetnek, és Visegrád valószínűleg más reálm volt, mint amire ők mentek. Wow! Tehát az lehet, hogy a bolgárokból kivált Visegrád időközben. Csak hogy az meg azért fura, mert a háborúval kezdték az egészet.
Legalább ki tudod osztani neveket, az is igaz. Persze, hogy széjjel fogás, de azért az elég kemény. Mondjuk azt mondja, hogy van jelenleg 2 darab fia. És az egyiknek nincsen arca. Nem, bocsánat. Második kopasz Károlynak 1 fia van. Egyetlen egy fia, azaz ez nem fog egy generáció múlva szétesni. Vagy a generációváltáskor szétesni. A felesége 53 éves, tehát úgy gyerekesen fog születni. Ez nem fog szétesni most egy hamar. Ez most itt fog maradni. Vagy legalábbis valószínűleg önforma csóka, úgyhogy lehet, hogy meg is hal nem sokára. Na, mehetünk támadni? 1666, 1128 ellen. A lovagjaiban bízom amúgy, hogy a sok lovag az meg fogja hozni a győzelmet, plusz abban, hogy ő most ott involválódva van egy másik háborúban. Még várjunk ki, még egy-két kattintást várjunk ki. Vagy kattanást. Még csak most kezdte el a saját háborúját. Szóval, az meg olyan szempontból rendben van. Hivatalosan honfoglalási még egyesítetik a hont. Hát, hogyha megkapta a Casus Belléket, akkor igen. Mi a végcél ebben a Ramban? A North Sea Empire létrehozása. Háború közben preszelték a Faction-t, az avarok a bolgár dúd meg elfogadta. Lehet. Most már amúgy jelzi a játék, hogyha le fog járni a valakire a húk, csak nem jelzi elég jól. Jó, én most már támadok, főleg, hogy csökkent a seregének a mérete. Úgyhogy itt az idő most vagy soha, magyarok legyünk, vagy nagyok, vagy ami ilyesmi. Come on, és én szeretném vezetni a csatát. Ha nem kerül bele egy gomb egy éven belül a játékba, hogy uralkodó vezethet-e csatát automatikusan yes or no, akkor írok egy szigorú hangvételű petíciót a Paradox ellen. Literálisan lejátszhatatlan. Na és most az a kérdés, hogy megérkeznek-e? Mert hogyha igen, akkor lesz a dombokon egy csata, ami annyira nem rossz, mint a hegyeken kéne védekezni. Csak hogy még azért el kéne foglalni vagy 2 hegyet is ezek mellett. Szerintem a honfoglalás immediat volt. Alapból immediat volt, de nem biztos. Ez, Zsanik, ez ugyanaz az előadás, amiről múltkor mesélte, vagy azóta megint az egyik tanár elnyomott. Közben született egy új fiam. És úgy hívják, hogy gyönyörű, gyönyörű norvég neve lesz. Balázs, miért nem tudod átrakni 1.3-ba? Miről beszélsz? Vagy miért nem tudom átrakni 1.3-ba? Értem. Akkor azért, mert nem voltál online a Steam-mel, vagy pedig tört a játékod. Ez esetben nem tudok és nem is akarok segíteni, de remélem nem tört. Buffon! Üdvözöljétek Buffont a világban! Oké, itt jön egy sereg, szerencsére nem állt össze, valószínűleg a fővárosomra megy, úgyhogy beveszem az erődöt, az ő erődjét, és aztán le tudom csapni. Még egy fiam született, hál' Istennek. Ő pedig Béla! Nem sokkal elfogynak a fiú nevek. May you be grown strong and wise, my son, Béla. Na, hol van? Hova tűnt a dúd? Most száll partra, vagy... Vagy csak így fuck-off volt? Jön még valaki. Ó, fogadjuk, hogy egyesültök. Nem baj, az még a jobbik verzió, hogy az én területemen egyesülnek. És megpróbálnak ostromolni, mint hogyha... Itt akarnának megölni. Autonómot viszont szeretném tanítani. Dolgokra. Ostromgépek még nincsenek kifejlesztve, mert nem én vagyok a feje a kultúrának. És a bölcs kultúra fej úgy dönt, hogy a ledgerök a legfontosabbak a világon. Amúgy nem rossz ötlet, domain limit plusz 1. Végül is nem haragszom érte, csak... Csak ostromgépek. Ja. Ja, ez még ugyanaz. Oké, Zsanika.
Van egy érzés, hogy Buffont egy másik végjátszásra szánták. Elképzelhető, hogy még az olaszoknál kérték be. Ezért nem szabad kultúra specifikus neveket kérni ilyenkor. Most ha letöltöm ugyan a játékot, akkor csak máig játszhatok vele? Igen. Sir Adolf szerintem már volt. De erről ne idéz. Én szerintem már volt. Megint terhes valaki. Hogy van az, hogy el tudjuk küldeni ezeket a gyerekeket Varangiai Gárdba, vagy valami hasonlóba? Ahhoz kell Varangiai Gárd? Valami ilyesmi mechanika van, hogy el tudjuk küldeni a gyerekeket Északnak. Hé, nem akarsz? Az a baj, hogy ők belőlük például nem lehet csinálni szerzetest. Mert annyira a vikingek nem hittek ebben a buliban. A champion Edmure rampaged through the enemy soldier and became berserk. Yep. 74% elvertük őket, még egy ostromkör is meg is leszünk. Most jól állok supplyból, úgyhogy elmegyünk a hegyekbe rédelni. Nem rédelni, ostromolni. Ami némileg... nem vagyok miatt a boldog. Oké, okay, hál' Istennek ez a gyerek nem született meg. Ez jó hír. Nem tudjuk elkapni azt a sereget. Biztos ez. Én elkapnám. Itt el tudjuk kapni. Dombokon. Szerintem azt bevállalom. Több a lovagunk, több a mindenünk. Nyilván nem ideális. Hegynek felfelé támadni. A champion hissing is nightly viciously dismembered valaki. A championing nagyon nagyot mennek. Meg is tudjuk nézni, hogy pontosan mennyire nagyot. Méghozzá itt a championök nálunk. Kettőt is megöltek a más, az ellenség championjei közül. Oh, az cool. Az nem rossz. 7 hónap. Te miért nem bírsz magaddal, ha? Azt kérem szépen, azzal ne játsz, légy szíves. Jön és csak. Kapsz játékot, ami sokkal jobb. De jó játék. Igen. Ó, de jó játék. Na jó szórakozás neked. Miközben visszaérek talán itt az ostrom végére. Még közelben nem vagyunk. Elkezd ő is ostromolni. De nálunk van az erőny. Yardak formed a new alliance. Hál' Istennek. És ő tudna behozni 0 embert. Oké. Okay. Akkor most már nem aggódok. Lányit bocsinál az champion-t. A Varangian az a varég. Wow. Köszi, még életemben nem hallottam ezt. Casus Belli Coastot kérem következőnek. Ez a része, hogy Gallant, Courtship, Promising Prospects, Loyalty and Respect. Ez mondjuk oké, de ez a Courtship meg Promising Prospects, ez annyira rossz. Főleg a Courtship, tehát hogy el tudom... 93% a Wargoal, vagy a Warscore. Ki tudom menekíteni a nőket. El tudom lopni a nőket. Soha életemben nem használtam, pedig lehet, hogy szórakoztató lenne. Szépen minek az utolsó frissítés? Ja, ez nem nekem szól. Amikor a Balázs a cica után néz, és az én cicám is rendetlen, az paradoxon? Nem. Tényleg nem hallottam ezt a szót még. De én nem is nagyon vethettem bele magam soha ebbe a... Hoppácska. Szóval itt ilyen kulturális kérdésekbe. Viking cuccok meg hasonlók. Ez a sereg kicsit töltődjön itt. Megnyertük a háborút, most például kaptunk itt egy területet, amit kiosztok. A lovagomnak? A...
ennek Dorolfrunek, mert ő jó az intrigben, és hát a betúj. Vártok, ki hiányzik nekem a tanácsból? Hiányzik egy jó Stuart. Oké, jó Stuart hiányzik. Magnus. Magnus nagyobb Stuartot nem is kell kívánni sem. Jó, Magnus lett a vazallusom, és Hamart pedig odaadjuk szintén egy Stuart, mert ki tudja, miből lesz a cserebogár. Ez legyen ez a 12-es Trigvi. Oké. Mennyi hiányzik még? Most szereztem 3 területet. Mennyi kell még a norvég királysághoz? Már csak 5. Oké. Aztán tudok dolgozni. Ezt meg tudom támadni következőnek. Azt mondta, lesz már Brandtömör, vagy micsoda. Most pedig egy védekező háborút vívunk. Kicsit a svédek ellen, de elsősorban a svédek ellen. What? Ja, Bergslagen. Bergslagen ellen. Itt most töltődök. Aztán amint feltöltöttem, utána ide jövünk és megverjük, és abból szerzek majd be pénzt, méghozzá jelenállás szerint 41 aranyat. Nyilván ez jóval kevesebb lesz majd, de hát nem veri az összes pénzt nőkre meg blackjackre. Az lesz a fővárosa, hogy egyesítjük, ami az én fővárosom most. Tehát Tunsberg. Elkezdtem töltődni. 9%-on van most ez a háború amúgy. Afrut is én nevelném meg. Nem Afrut, Afrut is én nevelném meg, ha nem gond. Straight to jail! Itt az első straight to jailünk az egész játékban. Ünnepi pillanat ez. És ahogy láttam, egy vazalusomat ültettem le. És amúgy ő nem is volt túlságosan okos. Sajnos a helyére sem egy okos jön, bár jöhet egy okos. Hiszen berakjuk őt ide, és kicserjük a kettőt egymással, hiszen ő 21-es diplomata. Hoppácska. Azért az nem rossz. Arra megy az a sereg. Oké. 78. Én csak feltöltődnék, mert most eléggé bele kell mennünk a területre. Ikerlányaim születtek. Wow. Ikerlányok. Azt a rohadt. Azt mondja, hogy... Camilla... És Beneflina. Mert miért nem? Azt hiszem ők. Svéd királyság létezik a játék elejétől, nem? Legalábbis nagyon nagy. Fight peace? Nem, megnyerjük simán. Easy. Van ikrek nevünk. Áfú és béfú, de hát most már van egy áfunk. Az kicsit furán venné ki magát. Reggel elmentem dolgozni, és a párom sem volt otthon. Este hazaértem, és ez az úgy fogadott, mint egy hétre maradt volna egyedül. Ismerős jelent? Ismerős jelenet? Igen. Engem is úgy szokott fogadni általában, főleg bizonyos napszakokban. Ilyen este 6-tól 8-ig, ha érek haza, és nincs itthon vele senki, akkor hihetetlenül bújósan fogad. Tofu és Jéfu. Ó! Oh. De Défu is még valami. Tofu, Béfu... Oké, melyik volt az igazi? Visszakeressük a jegyzetfüzeteimet. Jéfu és Tofu. Így nevezzük el. Én azt hittem fiúk nevek ezek, de... Oké. Akkor viszont mégsem jön Beneflina meg Camilla. Ezeket újra felírom. El fogom felejteni. Hogy ezek nem voltak. De igyekszünk nem elfelejteni. Tehát akkor Jéfu... Tofu és Jéfu. Hát legyen. Köszönjük, hogy szóltatok. May you go strong and wise, Tofu és Jéfu, I guess. Csórikáim. Megörököltem egy területet. Wow, ő nem bírta sokáig ott. Tehát konkrétan ez kb. 2 napja kapta meg.
Nem jött be neki a klíma annyira. Erik, barátom! Érezd jól magad. Én pedig nem sokára megyek és kifosztom ezt a területet. Szóval amúgy lehetne igen simán megkötni a fehér békét. Csak nagyon rosszul érzem magam, mert hogy simán megnyerem ezt a háborút. Annyi pénz nem megy el belőle, kapok presztízset, kapok pénzt belőle, szóval... Én így igyekszem ezzel menni. Aztán nyilván, hogyha mondjuk most valami para lenne, mondjuk megtámad valaki, akkor ez megint más kérdés. Szóval Sweden, igen, van egy Sweden nevű terület, de ez a Sweden, ez minthogyha létezett volna korábban is. Nem. Ezt most hozta létre, 873-ban. Várj, mi? Mikor kezdődött a játék? 867, ja igen, akkor most hozta létre. Csak egy nagyon hasonló terület van itt már a játék elején. Szinte az összes svéd terület megvan, és aki létrehozta, az King Björn Ironside of Sweden, aki egy eléggé csált karakter. Majd szélzélet úgy hízelgett a cica, majd örömében szaladgált a lakásban. Igen, ez is ezt szokta csinálni. Követ mindenhova és folyamatosan dorombol. Meg tudjátok, van az, amikor nagyon jó kedve van, és akkor így felpuposítja a hátát, és neki nyomja a fenekét dolgoknak, meg az arcát. Na, azt szokta csinálni még. Ez is aranyos. Most... odaadtam egy játékot neki, amit nagyon szeret, úgyhogy talán az kicsit lefárasztotta. Ó, srácok, hegyekben ostromoltok! Hát, én értem, de meg fogtok halni sajnos. Igen, igen, tudom. Hát ez majd csak ilyen. Ja. Ez a dombon itt talán még az előny az nála lesz, de utána nem. Valaki el akarja vinni az ágyasomat. No! Közben köszönöm szépen Lepramanónak, hogy Inkrtannak ajándékozott egy hónapnyi feliratkozást. Nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy annyira tetszik ez a csatorna, hogy másokat is itt akarsz tartani a feliratkozásoddal. Epikus! Be lehet tenni a GG-t meg a hasonló dolgokat. Háhá! Nem sikerült árabolni az ágyasomat! A marsallom volt ráadásul. Szétuzsél. És most elvileg nincsen marsalom? Van marsalom? Akkor nem a marsalom volt. Ezek szerint. Ez para picit, mert én védekezek. Vagy én támadok dombokon. De nem... megpróbálja odaérni, de nem fog odaérni amúgy. Nem fog odaérni szerencsére, mert akkor viszont... Jó, oké. Így viszont most már belokkolt, most már ő támad. Sigurd terhes lett. De várj, akkor lehet, hogy nem is az én fiam. Az, aki Sigurdtől született? Sigurdtől még nem született gyerekem. Oké, akkor megnyugodtam. Akkor se busz, se kár. 65% van a warscore, ezzel pedig 100. És gyakorlatilag minimális befektetéssel megnyertem a háborút. 38 arany, istenem presztízs, de ebben nem vagyok biztos. Jó, alakul az én pupos gyerek a prés alatt. Runestone tudok állítani, azt mindenképpen szeretnék. És olyat állítsunk Runestone-t Jadarba, vagyis Roggalandba. Köszönöm Venyigesunak a bekövetést, mi a helyzet, tök jó, hogy itt vagy. Perhaps my vanquished foe, Dag. Oké, megint? Roggalandba szeretném, Conquest Runestone-t kapok megint. Hát jó. Én szeretnék másfajtát is, de nyilván azt nem dobja fel a játék. Te jössz, igaz? Srác arc. Ja. It's time to die. County, 1000 ember jön szembe. Az teljesen jó. Yeah. Lehet, hogy még ma végzek ezzel a norvég cuccal. Azért azt adnám. Hogyha sikerülne. Mennyi idő van még hátra? Ja, már vége a streamnek. Papíron. És sok hiányzik még, mert akkor lehet végigcsináljuk.
The stain of bastardry. My constable Sydney has been showing the sign of pregnancy for some time now, and I never truly thought that the child could belong to anyone but me. However, she has now openly confessed to the world that she has shared the bed with Chieftain Sven, that he is the real father. Akkor csak letartóztattuk, és csak összeszűrt a levet, és csak megpróbált nekünk egy bastardot szülni. Son of a gun. Micsoda egy asszony ez. Hát, ez hihetetlen. Ez durva. Milyen jó, hogy kiderült. 5 terület hiányzik, még megvan ez a háború, akkor már csak 4 fog. Meddig van veled békém? Nincs békém. Oké, okay, akkor Guard de Fleur, vagy Stor, vagy ki az Isten vagy. Te következel, az egy terület lesz, Mary, még egy. Jamtaland sok lenne. Jamtaland. Jamtalanddal be tudnám húzni. Sőt, Jamtaland következik ezután. Már csak azért is, mert most elvileg megverem őket. Nem verem meg, amúgy 11%-on van az ostrom. De Jamtalanddal kijönne pont a 15. Pénzem talán lenne rá? Igen, lenne rá pénzem is most már. Zuntaxnak köszönöm a bekövetést, mi a helyzet? Tök jó, hogy itt vagy. Viking vagy, és miért nem tudod a nagy blótot? Hogy van ez? Hát, azért, mert pénzbe kerül. De mindjárt tartunk egyet. A félsereget veszed otthon, meg cincognak az egerek. Lehet, hogy dolgok történtek, meg gondok. Megörököltem egy területet. Ezek nem bírják túl sokáig ezt az éghajlatot, úgy látom. Odaadom nekik a legjobb pajtákat, erre így visszajönnek, hogy akkor mi most meghalunk, ha nem gond. De gond? Gond? Dude? Ne már. Itt közben úgy látom, megvertem ezt a sereget, ez tök jó. Remélem Jamtalandra tudok Dacsiért menni, szerintem tudnom kell. Igen, Jamtaland az egy Dacsi. Ah, yeah. Akkor elvileg 2 háború alatt meg lesz. Kérdés, Jamtalandnak van-e még valami szövetségese? Nincs. Geniális. Geniális. Akkor minden meg lesz. Nem, van egy probléma még, az, hogy nincsen 2 Dacsi title. És az viszont pénzbe kerül, de hát ha addig összegyűjtök annyi pénzt. Na, ez a probléma például megoldotta önmagát. Tehát, hogy halva született a gyerek, aki amúgy a bastardom, vagyis el akarták adni, hogy az én fiam pedig nem az. Úgyhogy nem kell kegyetlenkednem. Ó, ez nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ő megnyeri ezt a csatát. Én ebben nem vagyok teljesen biztos. De végül is próbálkozni azt lehet. Még egy csatát megvívunk, úgyhogy én vagyok a támadó, ez már a harmadik. Gauldalnál. It's fine. Szerencsére ez azért az a 33-as sereg, ez azért egész jó. Vagy 33-as kommanderség. Újra terhes valamelyik asszony. Ezen a ponton már nem is számolom. Oké, okay, meg is van. Esetleg tudok-e ranszomolni? Tudok ranszomolni. Téged még nem, téged elrakunk későbbre esetleg. Viszont ezeket én nagyon szívesen ranszomolnám, mert mondom, szükségem lesz a pénzre arra, hogy először létre kell hozni egy dacsit, és utána tudjuk létrehozni a királyságot. Az is pénzbe kerül, ez is, de elvileg így pont elég lesz. Itt ez loot, ha jól látom, szóval az nem okoz problémát. Inforce, kaptam egy területet, valahol engem is lootolnak. A nagy felfelé mutató nyíl lootol, azt nem fog sokáig kibírni, nem fog sokáig bírni. És most, ha én ide jövök Jamtalandba megtámadni, akkor elvileg minden elég lesz, igaz? És arra majd tartunk egy Grand Blotot, hogyha még lesz elég pénzem. Abszolút, abszolút Lepromano, nagyon szépen köszönöm. Igen, ezek a feliratkozások, meg feliratkozás ajándékozások, ezek mindenképpen támogatják azt, hogy erre szükség van, és nagyon örülök. Ha esetleg az 1.3-as mentés nem menne, akkor próbáljátok meg a bétával. Azt viszont valaki majd írja már le, hogy hogy kell a bétát aktiválni, mert az magától nem aktiválódik. Hogy lehetnek terhesek, a sereget vezet? Mennek fel a háborúba? Hát, egy jó asszony. Azt követ az északi háborúba is. Emán csak így van. Ezt megkapja ezt a területet. Ó, van egy poétánk! Van egy poétánk! Hát, ha ír nekünk verset, adok neki földet. Ír nekem verset, poéta dude! Yes! Taníts meg a verselésre! Nem lehet tőle kérni, hogy írjon egy verset 10 aranyért, vagy ami hasonló hülyeség? Ennyire jó lenne már.
Conquer Duchy! 322 ember! You are goddamn right. Sőt, lehet, hogy alapból megkapjuk itt a Duchy címet, de azért azt lehet, hogy... Túl sokat kérek már. Csak legyen meg a terület, meg legyen meg minden, és minden jobb rendben lesz. Ósz, lett egy új szövetsége. Méghozzá egy 235-ös emberre. Jó van, ne ijeszgessél, hülye gyerek. Van itt olyan, hogy... cím létrehozása, olcsósítás, de azt szerintem nem ez. Vagy nem itt van. Hanem máshol. Diplomáciánál van az olcsósítás. Title Creation Cost minusz 20%, ez az. Mindegy is. Organized March-ra szeretnék menni. Az viszonylag jónak tűnik most. Gyorsabban mozgok picit. 15%, tehát nem jelentősen, de gyorsabb. Nevődő lesz. Látjátok? Végigálltam a streamet, és semmi bajom nem lett. Tök jó. Mostantól csak így fogok streamelni. Jó, nyilván nem, de sokat fogok így streamelni. Thing meets are a necessary choice. Nem. Még egyszer. Csak ezúttal érzéssel. Thing meets are a necessary core chore for any decent jarl, with all the freemen in the area turning up to discuss local affairs, market and jostle for this privilege or that. As to be expected with such large gatherings, they have a way of turning heated, and this thing is no exception. I struggle to... Dörök az ég a játékban? As to be expected, I struggle to follow the details through all the yelling, but it seems as though men from Vingelmerk are squabbling over a village along the border with Westfold, with both group claiming the land. The people of Vingelmerk are in the right. Ez adna egy fresh settlement bónusz, plusz 10% levy, viszont Vingelmerknek, viszont Westfoldból pönyör minusz 20. Westfold have my support, land clearance. Westfoldnak, building construction cost, building construction cost, building construction cost csökkenés, és popular opinion csökkenés Vingelmerkben. Are good Vingelmerken going to take this from Westfold? Vingelmerk megkedvel, de kevesebb katonát ad, és Westfold kevesebb katonát ad, de megkedvel. They are or tire themselves out eventually. Ja, sure, veszekedjenek csak én, hagyj veszítsek prestige, vagy stresszt. Hallottátok ezt? Törgött az ég a játékban, ez annyira zseniális. Valószínűleg nem én vezetem a sereget, Kristóf, köszi. Thor haragos. Meddig tart még a stream kb? Leárom most már ez az utolsó háború, tehát mondjuk félig. Fél tízig. Nem, fél tizenegyig. Még ezt a háborút gyorsan megívjük. Egy ostrom, két ostrom, talán egy csata, létrehozzuk, és zsa. Szóval, easy. Jött egy notable guest. Oké. Azt nézem, hogy az lesz, hogy a sereg felét hazaküldöm. Lettünk elég nagyok ahhoz, hogy hogy ketté szedjem a sereget. Az egyik felét hazaküldjem. Méghozzá titeket. Chieftain Einstein fogja vezetni. Ő amúgy is gyors léptű meg minden. Ő fogja vezetni a sereget, és őt küldjük haza, hogy itt megnyerje nekünk a... ezt a dolgot. És elküldje azt a sereget. Ó, rosszat álmodtam. I wake screaming, my heart beating fast. I had been chained, naked or colored, while a dozen men and women have hit the heads of goats descended on me, biting and tearing at my skin. Then suddenly I was one of them, ripping my own flesh with sharp teeth, swallowing scraps, drinking blood, slurping. I have never felt anything as horrifying as when I saw the life leave the eyes of my ravaged body. But it was only a dream, it was only a dream. Prayer for Odin to protect will call me. Why won't the memory of taste leave my mind? Srácok, szeretnénk kanibálok lenni? You can't make this shit up. Hannibal. Kanibál. Miféle kérdés ez? Isten Belajos nem akar kanibálni, de szerintem kanibálok leszünk. Ez annyira ritka,
hogy ezt most be kell adni. Ezt be kell adni, nincs más választás, dudes. Felvetült bármikor is, hogy nem. És még képzeljétek el, hogyha esetleg lemennénk rédelni a pápához. Fiúk, úgy tűnik mégis lesz vacsora. Jaj, nem minek jönnie kell. Oh yeah. A híres kanibál. Ja igen, nem itt van, hanem Secretnél van, hogy kanibál vagyok. Méghozzá... Asatru cannibalism. What? Our creator Ymir made us in his image. By embedding his reflection of the divine, we grow closer to the old father. Hogyha a korcseplőnöm kanibál, és a level of devotionöm 3-as szintű, akkor mindenki kanibál lesz. És olcsósodik a kanibál doktrinának a behúzása. Oké, már egyszer volt egy kanibál királyságunk, és az nem jött ki jól. Mert, vagy nem királyságunk, hanem hitünk. Mert hogy igazából soha senkit nem tudtunk megenni. Mert attól függetlenül nem tudtunk rájönni a titkára a, nem tudom, a húsfűszerezésének, vagy ami ilyesmi. De az azért mennyire érdekes lenne. The Little Gourmand! Oh-oh. Kicsit kezd aggasztani, hogy hova tart ez a dolog. A kis gurmésrác. De vajon mire kapott kedvet enni? Akkor keresztény zabálás legyen. Rédeled a pápát, ő is streamel? Hát... streamelhetne akár. Falt fel Európát. Szóval, mi a gondos rác? Alfus seems to have been having a difficult time at our latest feast. He buried his face in his food, and the only talking he did was asking for serving after serving. Szóval ilyen kis pocakos srác akar lenni. Egyébként ő a másod szülött, úgyhogy arra annyira nem számítunk rá, hogy ő belőle bármi hasznos lesz. Food is always joy. Egyél csak nyugodtan. Egyél csak, egyél. Mintha nem lenne holnap. Ezt próbál elmenekülni közben ez a srác. Az ebben el is fog tudni, de nagyon kevesen van. Tehát, hogyha hegyekben kell harcolni vele, akkor is megöljük. 0%. Még mindig a Warscore. Oh, Istenem. Szóval a Warscore mindig 0%. De most sem megszerezzük az első pontokat ezzel a csatával. 8%-ra felment. Azt gondolom, hogy ezzel a sereggel, ha már külön raktuk, akkor elmehetünk északnak. Lányom született. Ó, nézzétek, Dóra lenne a neve. De nem az lesz, hanem az lesz, hogy Camilla. Most már tényleg. For real. Mondjuk ez a sok lány, ez nagyon jó. Ezzel ki tudok békülni. Jó. 34%. Mondjuk el tudok menni ide és ostromolni, úgyhogy átugorjuk ezt az erődöt. Aki esetleg nézte a Patreon Let's Play-t, a Fantasy Let's Play-t Patreonon, az tudja, hogy azért itt nekünk elég kemény dolgok történtek abban a Let's Play-ben. Konkrétan a Dark Elf királysággal védekeztünk az orkok ellen. Ó, hagyjál már. Próbál elcsábítani engem, Chieftain Gnup of God the Felkay. Nem. Tudom, hogy csak azért próbálod meg ezt csinálni, mert ostromollak. Ez nem így működik. Szóval itt az ork királyság ellen védekeztünk óriásiakat ezen a részem. Panírozott pápa. Sose fog menni ez a Warscore dolog, neked pedig eleget gyakorlod. Egyszerűen nem. Tényleg nem. Nem tudom, miért akadt ez be, de ez most már örökre így marad. Azt, hogy Thora? Oké, köszi. Most már tudni fogom. Sultan of the Great Hall. Ez viszont az első szülöttem, ő ne legyen léci shy, mert hülyét kapok. Bár a többi opció az az, hogy impatient, meg gluttonous. Jó, legyen impatient. Legyen impatient. A stressz szintem nem annyira nagy egyébként. Viszonylag jól kezeljük a stresszt. Ja, és aki nem látta volna ezt a Patreon Let's Play-t, az elmehet a Patreonra is, megnézheti. Kérdezményi szeron. Gyakorlatilag 3 euróért most sem végig tudod nézni. Mert hogy ott van fent az összes.
tízrészes, nem is tízrészes? Azt hiszem tízrészes, tízrészes let's play, és a fantasy moddal történő let's play. Mind a ketten melegek vagyunk, és ezért akart, azt gondolom, de attól még tudom, hogy csak azért csinálja, hogy... hogy ne öljem meg. Sajnos ez nem így működik. Einer Trondét kiengedjük. Menjen Isten hírével. A Comforts. Aaaa. Veszitek stresszet a feleségem miatt, mert szeretjük egymást. Ez milyen cuki már? Több cuki. Oh, megvan a háború. Még ezt vegyük be. Még ezt vegyük be 43 nap. Meg ezt is vegyük még be. Két hónap. Igen, a csatában elkaptam az ellenséges vezetőt, Jarlbjörnt. De most már a lootért és a rabszolgákért, vagyis a börtönbe kerülő emberekért beveszem még ezt a kettőt, aztán viszont két, tényleg végeztünk. Létrehozom a két dacsit, nem is tudom melyik kettő lesz az amúgy. Gulladandaslög talán lesz az egyik. Hogyha létre kell hozni, a másik már létre van hozva. És aztán jöhet a királyság maga. És akkor elég jól berúgtuk ezt a streamet. Elértük azt, amit el akartunk, és folytatjuk itt majd hétfőn. Come on. Thank you. Valakit kiengedhetek esetleg némi pénzért? Hm? Nincs pénzed, mi? Uff. Hát sucks to be you. Ó, ez tök para, hogy nincsen pénze. Egyet kiengedek olcsón, de a többiért fizetned kell majd komolyan, jó? Nem tudom, hogy fog tudni fizetni, hogyha elveszük a területeit, de hát ha... kitalál valamit. Nem tudom. Kér tőled, kölcsön a szicíliai maffiát. Nem kell. Jó. Igen. És akkor itt kaptam újabb területeket. Ezeket gyorsan kiszórom. Legyen egy... az egyik lovagomnak. Ha már segített. Gondolom segített. Meg legyen a másik lovagomnak egy másik. Így. És disband all. És akkor... most elvileg... jók vagyunk. De semmi nem létezik, tehát mindent nekem kell létrehozni. Nyilván az lenne a legjobb létrehozni, ahol a legtöbb vazalus tudom bepakolni. És az viszont ez lesz. Jämtland. Jämtlandot fogom létrehozni. Magyarország, hogy áll? Mindjárt megnézzük. Jamtalandot létrehozom. Bam, bim, bum. Közben Magyarország... hát... szarul. Igen, rosszul. De nem baj. Majd ez csak kialakul. És készen álltok-e arra, hogy létrejön a Norvég Birodalom? Mert akár készen álltok, akár nem. Hát, Norvég királyság, nem akarom eltúlozni. Norvég királyság fogjuk létrejönni, de az is valami. Úgyhogy... zsa! Create title, remélem nem rontok el semmit, majd sikit osztok mindjárt, hogyha elrontok valamit. Ezeket becsukozgatjuk. Jó. És meg is van. You are now a mighty king. Szakállam még mindig nincs, megjegyzem. Úgyhogy ennek örömére viszont növeztek egy szakállat, mert ezt nem lehet kibírni így. Beért a lehető legvikingebb szakállat, kedves barátom, ha lehet. Ennél nincsen vikingebb, ami ott volt. Lehet ez a fonot? Ez a fonot is tetszik. Ez tetszik. Ezek szerintem sosem volt egyik királyomon sem. Jó! Oké, és mindig csak 32 évesek vagyunk. Szóval elvileg előttünk a jövő. És kaptunk egy csomó hasznos... klémet. Úgyhogy most befejezzük majd a norvég hódításokat a következő részben, és nekiállunk a dánoknak, probably, vagy pedig az angoloknak. Mert az angolok is lassan. Ja, egy tök jó kankördacsit be tudok adni. Jó, megyünk Angliába, az lesz a következő. De az addig még azért lefolyik némi víz a Dunám. Ne csináld, hiszen, hogy ijeszgetsz ezzel a szarral. Ezekkel a hangokkal, kedves Windows. Szóval, addig még sok víz lefolyik a Dunán, mert hogy holnap külön találkozni fogunk egy nem játék streamben, hanem
És meg tudom mutatni nektek, hogy vasárnap este 7-kor kezdünk, Mercivel fogjuk kibeszélni, Mamtrix néven találtok meg itt Twitch-en, kibeszéljük vele a WandaVision-t című sorozatot. De ha már itt vagytok, akkor megtudom nektek, hogy mi már az a jövő héten is, mert jövő héten egy érdekes lesz ilyen szempontból. Ez pedig... Megmutatom. Hogy hogy fog kinézni a jövő hét. Valószínűleg lesznek, akik nem jönnek el a holnapi streamre, mert ők inkább a játékokat érdekli őket. De őket akkor a jövő heti streamre szeretném meginvitálni, ahol kicsit... hát eljött az idő. Beváltom az ígéretemet. A 100 feliratkozó pontért cserébe ígértem nektek még a múltkor egy jó kis horror streamet, úgyhogy jövő szerdán somázunk. Szóma egyébként, de mi somának hívjuk, mert vicces. És ez lesz igazából. A többi meg Crusader Kings 3, ezt a mentést fogjuk játszani, ezt a runt. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen el tudtok majd jönni. Köszi Láron, hogy itt voltál, jó pihenést. Kristóf Ádámnak köszönöm a bekövetést, tök jó, hogy itt vagy. Úgyhogy srácok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a streamet, vagy hogy itt voltatok. LAF-nek köszönöm a bekövetést, köszönöm Bétnek, valószínűleg már nincs itt, de köszönöm neki is. Adjátok át, hogy köszönöm neki a raidet, és remélem jól éreztetek magatokat egyébként. Többé-kevésbé. Jobban félek, mint a szerdát, hogyha nem probléma, én kihagyom. Oké, jól van. További szép estét nektek. Sziasztok.